meghaltva próbaktól, megszabadít minket az unalomtól, minket az unalomtól. YouTube-on mennek a gameplay-ek, a streamekben Twitch-en elértek, gyertek, itt mindig elfértek, itt mindig elfértek. Hidd el az életedben, nincsen lehetetlen, látod, hogy változhat, aki életmódot változtat. Bemutatja a játékokat, készít ő még tech videókat, tudd meg, hogy minden gagyi, ó, minden kibocsi. Itt a lételem, a papit nézhetem, most jöttél a legjobbkor, kezdődjön hát el a műsor. Maradj le semmi kalandról, nézd videókat paplovaktól, megszabadít minket az unalomtól, minket az unalomtól. YouTube-on mennek a gameplay-ek, a streamekben Twitch-en elértek, gyertek, itt mindig elfértek, mindig elfértek. Ha nem találsz pólókat a sarki ruhaboltban, válasz ki a legjobbat a paplovak webshopban. Itt a lételem, a papit nézhetem, most jöttél a legjobbkor, kezdődjön hát el a műsor. Ne maradj le semmi kalandról, nézd videókat paplovaktól, megszabadít minket az unalomtól. Lesz meg a legújabb paplovagos pólókat, telefontokokat és légy része a csapatnak. Link a videó leírásába, vagy ha a twitch.tv/paplovagon nézel, csak írd be a chatbe, felkiáltójel shop. Nézd a streamet stílusosan! Na sziasztok fiúk, lányok, paplovag vagyok, és itt vagyunk egy újabb streambe, amikor nem másra fogunk játszani, mint a GTA-vel, és hogyha minden igaz, akkor velünk tart Viktor is, szóval vele is fogunk ma találkozni. És meglátjuk, hogy hogy bírja az ostromot a szerver most, hiszen napok óta betámadtak minket a modderek, szóval toljuk keményen ma is, gyakorlatilag szerintem mióta talpon vagyunk, ezzel küzdünk, hogy az összes olyan hibát, amit gondolunk, hogy megoldhatunk, azt megoldottuk. Azt meglátjuk, hogy mi lesz ettől függetlenül. Kosti, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És akkor vessük is be magunkat a játékba, én azt mondom. És nincsen teám. Nincsen teám, mert odébb raktam. Igen, éppen fegyverengedélyt teszteltek itt a srácok. Azért vagyok itt. Szóval innen bizony visszapárolgunk a kaszinóba. Így né. Szia, Juki! Szervusz! A mai naptól egyébként skacok Viki teljes seregével fent van, és újra alakult a La Familia Pizza, egy olasz család költözött Csudapestre, és nagyon sokan vannak. Szóval, faszale. Szervusz, Carlo! Hello, hello, főnök! Mi a helyzet? Minden rendben van? Igen, igen. Szuper, többiek? Nem tudom, én most nemrég érkeztem vissza a városba. Jó van, akkor én meg felhallgassítom. Nem tudom, hol vannak. Az előbb, mintha Viktort láttam volna az ajtóba. Na, szuper, akkor összebeszélünk. Hát, ha tudunk valamit turpiskodni.
kamera nincs egy kicsit elcsúszva balra? Annyira nem. Erre lenne? Erre lenne? Nem, maximum én ülök egy kicsit odébb. De így szerintem már jó lesz. Tehát kényelmes gyerek vagyok, össze-vissza csúszkálok. Megesik az ilyen a legjobb családban is. 22 milliónk van? Mi a fasz? Csá, Viktor! Mi a gecitől lett 22 milliónk? Ennyien jöttek az új kaszinóra rá? Annyira azért nem nagy durranás. Na jó, ez érdekes. Modder? Hát lehet, hogy a tegnapi modder még. Mert képzeljétek, be tudtak lépni az én accountommal. Hello, hello. Itt van Frank. Szervusz, Frank! Figyú, már tudsz valamit arról, hogy miért ilyen vaskos a számlánk? Vaskos a számlánk? Jó. Nem tudok róla, de jó. Be is hát basztam ez, kedvére. Ez nem biztos, hogy jó. Ez a tegnapi nap, amikor megőrülés volt, akkor történhetett? Milyen megőrülés? Voltál szarni? Nem voltál tegnap itt a városban? Ja, utána igen. Na azért mondom, hogy ott nem volt a probléma. Fingom nincs, de... Na, hát nem tudom. Jó van, szerintem szólok a banknak, hogy valamit elnézték. Aztán hát lehet, nehogy aztán leinkasszózzanak. Szerintem amúgy, szerintem hiányzik egy nullás a végéről. Igen? 220 millió jobb lenne? Hát, elég lenne neked amúgy. Az biztos. 22 millió. Hát ebből azért egy 14-et kidobunk szerintem. Mert itt valami turpisság van. Mint mondom, tegnap bőven voltak modderek a szerón, és simán el tudom képzelni, hogy ők okoskodtak itt még be nekünk extrán. Amit hát köszönünk szépen, de nem kérünk. Megpróbálunk mi megdolgozni. Azért a pénzért, amink van. Mennyi píz van most nálam? Ezt a 90 gyémántot ezt eldobom, mert ezt egyértelműen elvették tőlem a rendőrök, csak elfelejtették. Frakciópénz kivitele, és akkor azt mondom, hogy... Mennyi olyan 6 millió környéke van, rendben. Akkor mondjuk... Kiveszek 10 milliót, akkor ez 12 millió, 16, 1-2-3, 1-2-3, stump. Jó, ez így már is hihetőbbnek tűnik. 16, 1-2-3, 1-2-3. És elégetünk 16 milliót most. A szívem vérzik. Nem találod a szerot? play.csudapest.com. Utolsó premierben 18 milliód volt. Ó, az már rég volt. Az már rég volt YouTube-on. Szerintem legalább 5 résszel odébb vagytok. Így is úgy, hogy nem jóban. Nézném. Meg kell néznem, hogy mennyi fegyver van még a tárolónkban. Mert lehet, hogy le kéne majd menni bizniszelni. Hallod, Ceci? Igen? Akár adjak neked 50 ezeret. Miért? Voltam a izéni, mondjad már miatt pörlni. Azt rendeltek 100 fröccset. Elvittem 100 fröccset, adtak a 50. A pörlösök? Ja. Kérdeztem tőlük, hogy de miért adod további? Nekem? Hát rakd be a kasszabbat, már hozzáférsz, nem? Na, mondjuk igaz, jó. Vagy várjál, aláírtad már az új szerződésedet? Ja. Akkor hozzáférsz, akkor rakd be a kasszába ilyenkor. Hát, nekem ott megcsinálod te is. Lássatok, van valami hasznom. Szévasz, Viktor! Bogor, egyébként kérlek, hello, hello. Bogoros volt a lábam, a kurva anyja. Nem, benne vagy a földbe. Ja? Wow. Ide van beépítve. A karácsonyi földi ember. Fú, hallod egyébként... Mindjárt jövök. Legyilkolja a szememet ez a havazás, ez borzalmas. Konkrétan nem látok. Próbálj meg, hallod? Egy hónapnyi havazás. Hallod, próbálj mindig hátrafele nézni. Borzasztó. Hátrafele. Annyira reméltem, hogy itt ebben a városban nem fog havazni. Figyelj, át. Szegény Viktornak nem bírja a hót a szave. Oh. Tehát all I want for Christmas is food. Hello, papi, mi lett a tegnapi kihallgatásban? Milyen kihallgatás? Nem vágom, miről van szó. Volt valami kihallgatás?
Az RPG-t, amikor elkaptak. Hát, az elkaptak. Mondjuk úgy, mintha leültem volna a shitet igazából. Azért nem foglalkoztunk vele, mert hogy 5 perc lenne leülni a shitet, és igazából sokkal többet szoptunk ott szegényekkel, mint amennyit kellett volna a shit miatt ülnöm. Ezért egy kis kólát azért felszívok. És kiderült, hogy te vagy az. Nem tud kiderülni, hogyha nincsen nálad személy. Ez a trükk. Jó napot! Kívánok! Rég nem néztem szerint csatornára, most már itt vagyok. Örülök, hogy itt maradtál Twitch-en, és maradsz még sokáig. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A nevedben van a LOL, szóval valószínűleg... valószínűleg megjön a kedvem még ahhoz, hogy lolozzunk is ma. Így van az ékszerrablós. Valószínűleg ma is csinálunk valami huncutságot. Azért vettem ki a Stukkert, hogy beszéljek Viktorékkal, hogy mire menjünk rá. Ha közben nem modolnak minket szét, azt majd meglátjuk, hogy éppen szétszopatnak-e vagy sem minket. Na, hó, ember, össze kell majd rantani a bandát, elméletig jön Bruce is, úgy tudom. Ja, beszéltük elvileg, igen, aha. Aztán rámehetnénk valamire. Jó. Aztán majd, hogyha végeztünk a mai nap a városba, akkor elkérném a szemüvegedet. A szemüvegémért? Aha, hát gondoltam, hogy van ilyen moduláris szemüveged. Ó, ehhez a szirkóhoz nincsen szemüvegem. Hát kurva életbe. De nem tudom, hogy mire gondolsz pontosan, de majd biztos elmeséled. Igen, el. Miért hülye vagyok, ma sírtél ön? Nem, majd megsimod a buksodat. Jaj, ja, izire gondolsz, ez szemműtétre, ami aha, volt nekem. Igen, igen. Fú, hát ez még a másik városban volt. No. Azt nem hiszem, hogy a szemműtétemnek a orvosata Anonym Reduxnak hívtak. Jó, oké, okay, köszi. Még, Brian, igen, Anális Redux, még Brian izérté. Ajánlotta nekünk, és ő csinálta. Ja, az enyém az tök jó volt, csak most ezzel a havazás, hogy minden ment a levesbe. Komolyan ennyire megöl neked havazás? Borzalmas. Ha kimegyek, azt konkrétan nem látok. Hát pedig sajnos ez könyörögtek érte, hogy jössön ahol, így eszembe. Hát ha is tudom, én ellenkönyörgést nyomtam volna, hogy ne essen. Menjünk, hát szavazzunk a hivatalnál, mit szólsz? Tüntessünk. Úgy hallottam, hogy nem sokára lesz, képzeljétek, megalakul az önkormányzat, és élnököt kell szavaznunk majd. Na, komoly. Bizony. Én meg úgy hallottam, becsáptam, hogy mi valószínűleg elvesztettük. Mi van? Ja, hát Bugattival karambolozott egyet, felhívtam. Azt mondták, hogy épp az agyát szedik kifele, vagy valami ilyesmi. Szedik kifele? Hát én azt mondta, hogy fel van nyitva az agya, aztán na. Meghalt a betyár. Hát nem tudom, mi történt, a Bugattival karambolozott. Azt igen, vegyen a te láttad azóta dolgozni, vagy nem próbáltad nem, felhívni? Nem. Hívtam, azt mondta, a kórházban van, mondtam, adj ide az orvost, adott az orvos azt mondta, kell várni, még meg műtétje van. Na cső? Jézus érjé. Na merre vagy, te bánat? Nem menjünk el a kórházba, rá kérdezni? Reptél. Nem, mehetünk. Mit, hát megy menjünk, a kaszinó, hát azért még. Megy a kórházzal szegény. Találkozzunk. Ki az a reptéren? Tudjuk fel. Mibe? És ezt ki mondta? Itt az autó elő. Ja, itt van kint kocsikad? Uh-huh. Ki? Gyere, Viktor, a rossz szemedet beültetjük egy autóba. Ja? Jó, van, oké. Okay. Jó, most pont velük. Pont. Ja. Hát fél, pont velük megyek most a kórházba, hogy gyere. Azt a minél, de szép ez a vér, de menj már a picsába. Na, ott Ali, cső! Lefestettem, egy kicsit drága volt. Olyan, mint egy kikő. Jöbb rúsz a kórházhoz. Jó, van, oké. Okay. Kórház. Kórház, értve. Ez rettenetes. Ne vegyünk neki virágot? Ja, honnan vegyünk virágot? Menjünk boltba? Hát nem tudom, viszünk neki egy kis kokalevelet. Hát mondjuk lehet, hogy segítene rajta. Lehet, egy kis fájdalomcsillapítónak jó lesz. Hát mondjuk a vodkát azt szereti. Menjünk vodkát venni? Ejtőernyő van nálam. Az meg az nem vodka. Hát mondjuk attól is elszáll. De hát ledobhatjuk egy hegyről és akkor... Úgy ez ugye elszállt. Így van, jó. Hát a jobb lész. Tudod, nincs hely? Akkor ide állunk. Ez
Szép napot! Hallasz? Szép napot, érjét egészségét! Elhallom. Így műtik? Hát nem tudom. Jó napot, orvos urak! Érjét egészségét! Jó napot! Szép napot! Szép napot! Egy bizonyos nyíri betyár miatt jöttünk, úgy hallottuk, hogy karambolja volt és műtik. Karambolja volt? Egy pillanat és utána kérdezek. Ott van bent egyébként betyár. De mindjárt benézzük. Kettesével lehet bemenni hozzá. Már voltunk bent. Fekszik az agyban? Igen. Ketten vannak bent most nálak. Hát majd én vagyok a főnök, azonnal be kell mennem hozzá. Hát akkor... Menjen nyugodtan, kövesse a doktor urat. Tudja, ha hiányzik egy lába, azért dolgozni még tud. Hátam, hogy igen. Mi az, hogy kettessel mi? Hát nem vagyunk feltözőtve. Most így ketten vagyunk. Hát jó. Kop-kop! Nyíljál már ki. Te az Antárói. Jöjjenek csak nyugodtan. Jó van, köszönjük. De csak kettesével jöhetnek. Ketten vagyunk. Ő a főnök, mi meg ketten. Igen, kötelező testőrség van velem. Á, értem. Betyar! Betyar! Hello. Hello, jöjjön. Szint szarát, most hallottam, mi történt veled. Kik vagytok? Jöjjenek. Jó vagy? Tudok, itt leszek. Elvitte az agyadat a vodka? Akkor már jól van be, lehet, hogy vodkát szeretem. Nem emlékszik senkire. Elnézést, bemutatkoznék, azt mondják, hogy nyíri betyár vagyok. Da, én... David Hasselhoff. Én? Nem, én. David Hasselhoff. Jó, rendben. Azt mondják, hogy a kaszinóban dolgozok. Hát igen. Itt dicsérnek agyra fűbe, de én ezt úgy. Nem tudom. Ugye azt mondta a doktor úr, hogy mert mint látjátok, hátul még összesen nagyon valva a bőröm. Fejemet szíjjel nyitották, ketten műtöttek három ember helyett. Igaz, hogy arra emlékszek még, hogy a bokától lefele nem éreztem semmit. És most már érzed, hogyha még fogom alabod? Érzem egy kicsit, igen. Érzem, csak nem az a probléma. Az a probléma, hogy a fél szememre nem látok. Ó, hát akkor kell neked ilyen kibernetikus szemesztél, ezt a Terminator. Azt megköszönöm. De még van a szemem? A szemem megvan, csak nem látok. Hát biztos mondom, ilyen mondom, hát doktor úr, ugye... mi történt? Meséljen! Közeli hozzátartozók vagyunk. Sajnos nemrég érkeztem a városba, de hogy hallottam, hamarosan viszik még egy műtétre, hogy ezt is megoldják. Nem volt elég neki kettő. Mennyi lesz a műtét? Mondja, majd én állam. Hú, hát eddig egy műtét volt csak, ugye? Igen. Azt mondták fél órás. Vagyok képben, mert mint mondtam, most érkeztem. De itt van a kollégám, hogy tudja. Robert? Igen, miben segíthetek, urak? Kicsit jönni? András, köszönöm szépen, kérdezi, az szóval. Mennyire fog kerülni az ellátásra, hogy járunk. Ugye úgy emlékszem, hogy kaszinó dolgozó. Igen. Ő nem emlékszik rá, de igen. Igen, pedig ő fizet azért, hogy jó. Társadalombiztosítása van a cégnek? Lehet kötni céges társadalombiztosítást? Lehet kötni céges társadalombiztosítást. És az mennyi lenne? Itt vagyok a gyengélkedem. Egy fél pillanatot kérek. És már is megmondom. Frank, ezt miért nem tudtad? Hát, pedig ezt meg én is tudtam. Te vagy a műszakvezető, neked ezt tudnod kellene. Már a passzomnak, ezt hogy én tudjak. Én a marketing értelek. Zavar. Igen, biztos nagyon fáj a feje, semmi baj. Kicsit halkabban. Például kimentem. Úgy néz ki, hogy cégek esetén 10 főre 650 ezer havonta, 20 főre 1.200.000 havonta, de ez teljes körű, tehát akár életmentő műtétek is benne vannak. Mint például ez is. Értem. Jó, és hogyha nincsen ilyen, akkor mennyibe kerülne, hogy neki megmentsük az életét? Hát az életét már megmentettük, úgyhogy... És ez grátisban volt? Majd már fizettél? Nem fizetett, ezt így is úgy is ki fogjuk állítani ezt a számlát, de ugye az életmentés az első, az anyagi a második. Értem, a mennyit, azt nem beszéltük még mindig. Már is megmondom, hogy fél pillanatot kérek. Hát gondolom, hogyha 650 ezer 10 főre egy hónapra, akkor gondolom, ez mennyi lehet egy ezrés? Leosztjuk először 10-zel, az 65 ezer, azt leosztjuk 30-ra. David Hasselhoff úr, én egy jó üzletember. Igen, én vagyok az igazgató.
Ja, hát akkor ezért. Na, meg is találtam az ellátási listánkat. Úgy néz ki, hogy ugye volt egy városi kiszállásunk, az 2500, ott a helyszínen volt egy ellátásunk, illetve itt a kórházban volt életmentő műtét, ami 12500. Úgyhogy ezeket kell összeadni. Hát csak egy hasraütésre 20000 környékén van. Hát én 15000-et számoltam, de... Simán lehet, hogy azt számolom. A számológéppel a 12500 meg a 2500 az... Igen, és a helyszíni ellátás. Bocsánat, kórházi ellátás, ami 5000. Csak az ez egy alkalmas. És az egész hónapra az 60000 lenne, 65. 650 10 főre. Azt ugye? Elosztuk 10-re, akkor egy személyre 65. Jó, adok 65000-et, akkor ellássák minden bajukat? Na, várjon, mert van egyébként személyi is, de ugye azt az adott személy tudja megkötni velünk. Ezt már is mondom. És ez, ebben mi a biznisz egyébként, hogyha többen csináljuk? Mert hogy ezt most kiszámoltam, ez 600000-re jön ki 30 napra. Ja. Tehát személyre pedig 75000 havonta. Tehát igazából cégeknek azért éri meg, mert nekik így egy 10-essel olcsóbb lesz. Hát a cégeknek ez nem éri meg, mert hogy akkor fizesse maga után a munkavállaló, és akkor miért fizetnék ki 65000-et? De mi így is adózzunk a cégből. Az a cég, az nem kéne fedezve legyen az állam által? Hát gondolom az alap dolgokat, igen. TB-t fizetek én szerintem, hát, hogyha ha azt mondják, hogy... Maga a cég is fizet, szóval. Akkor nem értem. Kicsit el vannak szállva az árak, valahova rossz fele. Hát ezt majd az igazgató úrral beszéljék meg. Hát mindenképpen. Hát nem tudom, ez egy nagyon jó kérdés. Megpróbálom felhívni. 650 ezeret egy hónapra azért, hogy ellássák őket. Hasszalhofúr. Hát kérdezem el, azt nem értem, hogy olyan orosz akcentusa van is. De Hasszalhof név az arra, hogy nem klappol. Emigráltak. Emigrálták, értem. Igen, igen. Ja, korcs. Úgy apát Vaszálkorcs, azért lettél ilyen. Ja, ez egy kis nevetés, ez jól esett most. Pamela. Csak belefájdult, belehasodtad. Nem Pamela. Tényleg, te voltál, nem Pamela Anderson? Nem. Pamela Anderson? Hát én hát most úgy döntött, hogy én most transznemű, szakállal van. Bajod van vele? Nekem nincs, nem engem szúr. Na, egyébként tehát a kérdésükre visszatérve, hogy miért éri meg a cégeknek, tehát itt most jelen esetben ugye volt egy elég súlyos sérülése, életmentő műtétet hajtottunk végre rajta, úgy lett 20000 a számla. De. Ugye egy hónapban ez most hát nem célszerű, de sokkal gyakrabban is megtörténhet. Uh-huh. Mondjuk főleg a rendőrségnél, őnekik ezért is van már társadalombiztosításuk. Hát de akkor fizessenek többet, nem? Viszont személyenként, hogyha azt veszük, hogy mit tudom én, nincsen társadalombiztosítása, egy hónapban 4-szer jön ilyenre, akkor már is sokkal többet kellett kifizetni a saját zsebéből. Uh-huh. Ami nem biztos, hogy a munkavállalónak kedvező. Ugye munka kell, több pénz kell neki, nem tudja az álmait elérni, stb. Hát biztos nem azért... fogok ennyit fizetni se a büdös életbe. Nem az őrém, de hogyha ő most nem lenne munkavállaló, akkor saját magának kéne fizessen, ahogy maguk mondják, 65000-et. Hát igen, hát 75 magánszemélynek a társadalombiztosítás, igen. Főnökük, amikor csinált ezt a listát, valami alkohol befolyása alatt volt? Vagy... Én is kérdeztem hát már, hát csak azt végig gondolta, hogy mondjuk ezért hány órát dolgozik az ember, és hogy akár mellette enne, inne, meg talán még venne magának egy autót is idővel. Hát jó, de tegyük hozzá, hogy azért a cégeknek nagyobb bevétele van. Hát jó igen? Cégek, de van, aki nem. Hát de most... Én nézem itt a kaszinos számlámat, de nem vagyok annyira én mennyit keresek egy műszakban, hagyd kérdezem már meg. Te? Én. 10000-et. 10000-et? Jó. Hát nem tudom. Hát és ő a jobb kezem, ő a legtöbb. Kérd, most én, hogyha 10000-et keresek, akkor nekem jó, most jött egy fizető. Jó, te mennyit keresel? 5000-et? Jó. Így van, 5000. Hát 5000-ből, akárhogy számolom, ha vagy 75000 az nagyon sok munka óra. Figyelj már, várok két pofot neked, ha erre jössz? Hát nem tudom, megpróbálhatjuk. De azt nézd, hogy fél óránként kapsz fizetés, szóval óránként ott ez egy 10-es, ami azt jelenti, hogy ha naponta dolgozol 6,5 órát, akkor megvan egy darab BTT-t. Szóval itt az idő, hogy felkeljél és mennyi dolgozni. Az még nem megoldható. Nem, csak vicceltem. A felkeléssel. Igen, hallottam, még az egyik személyre vág szegény.
Jó, hát tényleg az is bele van számítva a vakság? Nem, hát az még helyre fogjuk pofozni, egyébként még vár az úrra egy műtét. Mi helyre pofozás? Reméljük helyre jön. Hát a helyre pofozás, mondjuk így, hogy igen, már csak az van hátra. De Ellen akartam. Hát, meg jelen pillanatban hátra a koponyája az még nyitott, az egyelőre. Igen, igen, hallottuk, hogy az most így, így most helyben mennyi lenne? 20 ezer? Így most helyben 20 ezer neki, igen. Jó van, írjon nekem egy számlát. Hadd viselak. Frank imád fizetni. Jöjjön erre, budom, leírunk másnak. Haszlófúr. Igen? Na nézzük. Milyen nem ember vagy? Meséljen már rólam egy pár szót, mert olyan úgy tudok, hogy kaszinóban voltam, voltam bent itt a... Barátságos, még bízható, sokat beszél. A tízes. Szórakoztató, nő csabasz. Nő csabasz. Igen. Ha ne hápok, én úgy sem emlékszik semmire, én mondom, nő csabasz. Meg is kaptuk, köszönjük. Hát ez nagyon jó. Ennek különösen örülök, hogy nem vagyok. Van egy felesége, ő is ott dolgozik a pultban. Van felesége? Igen, igen, Naomi Catherine Price. Ja, jó kis bula amúgy. Két éve jó. Házasok, van egy gyereke is tőle, a kis ubul. Igen. Na, hát de ahhoz képest ugye se a gyerekemet nem látom se. Nem jó a kapcsolatok. Viszont sajnos. Hol az autóm, hallod-e? Mindig leszokta tagadni ilyenkor. Milyen autód? Hát mielőtt elindult, azt mondtad, hogy mész, hogy szerezd egy adásvételt, a Bugattit írasz rám. Hát nálam nincs adásvételi, én erre nem emlékszek. De ha szegény ezt mondtam, akkor hozzá egy adásvételt is át. Egyébként... Nem, de nem tudom, mert ez... Nem. De ha hozod egy adásvételt, átírjuk természetesen. Na, ha ezt mondtam, akkor... Kórházi igazgató üzeni, hogy nem sokára bejön. Ja. Csak vicceltem amúgy. De attól függetlenül még elviszem. Hát majd, hogyha összefordott a fejed, még izé. Hát 6 kilóga izé. Na, figyelj, kifizettem a számlát, nem adsz nekik több semmi fizetést. Minden legyen jól. Elrész, kiadsz egy telefont, azt akkor jövünk utána, jó? Jó. Egyébként a kórházigazgató nem sokára érkezik. Nagyon szépen köszönöm, hogy benéztek. Pamela, David, nagyon szépen köszönöm, majd beszélni. Jó van, mit mondjuk Naominak? Hát, ha nem vagyok jóba vele, akkor semmit. Köszönöm, vagy jóba. Hát most mondta... Hát Naomi, nehezte rá, mindig tagadja, hogy együtt vannak hát már. Nem... A izét is múltkor féldugta magának a gyűrűt. Hát én meg a múltkor láttam, hogy kicsokorozni egy oldal a raktárba. Akkor te most igen, hát veszed? Akkor lehet, hogy ilyen kis titkos szerelem megy attan. Na, jó van. Na, hát nem ha netán látnátok a Naomit, meg a gyermekemet, küldjétek már be, mert beszélni. Jó van. Ha lássuk, akkor behozzuk. Akkor szólunk neki. Jaj. Na, jó bulást. Vigyázz magadra. Vigyázz magadra. Köszönöm, köszönöm Pamela, köszönöm, köszönöm David, köszönöm egybe gyerek, Pamela. Jó rendben, hát mind elengednek megyek. Halló, halló. Írtál Discordon? Ó, mindjárt megnézem. Doktor úr, remélem, ügyel rá. Természetesen. Folyamatosan, illetve... Nem akarok ide jönni műteni. Fenébe, hogy egy ideig nem leszel. Sajnálom, Medi. Hogyne? Pedig most nagyon jól bekevertük a szart. Ilyen, hogy állatorvos, jó. Az már majdnem megfelel a emberi anatómiának. Hova mész? Na sziasztok, srácok, ti is be akartok menni? Köszönöm, hogy jönnek. Igen, igen. Ott van, mert ugye nálam a Bugattim. Jó van, jöjjenek. Viktor, ne legyél buzi. Nem, már menjünk. Ja. Virágot legalább vittetek, hoztatok, nem? Norbinak nem, egyébként csinálhatnánk majd egy nagy beavató bulit, nem? Ó, már van. Lehet csinálni. Most azon beszéltünk. Átirattam, és beszéltem vele. Mondtam, hogy a Bruce intézi a továbbiakat. Karácsonyi parti újra lecsap? Ja, ezével, nyalukás cukorkával. Da. Ne várjuk meg a Norbertet, van itt neki kocsia? Ott, hát kéne öltöznünk egyébként, aztán ott, jó megszivatni. Jó van. Megcipőzni. Menjünk be, de attól félek, hogy ránk hívja a rendőröket, hogyha bemegyünk. Hova? Elraboljuk. Tényleg, menjünk be a kaszinóba és raboljuk el. Kit, Norbit? No, hát itt a Norbi. Tudom. De hát majd jön. Most átmegyünk, átöltözünk, ha itt lesz még autóval, akkor visszajön, kivárjuk, leszorítjuk, lefegyverezzük, ha van fegyvere, de nem hiszem, jó gyereknek tűnik. Aztán megpróbáljuk kifoggatni, hogy mit tud a kaszinóról. Tényleg. Az jó. Ez tetszik az ötlet. Azt lehet elmond mindent, azt akkor meg kell üljön be. Akkor igen, akkor golyó lesz. Beértve.
most mi? No, ez jó lesz, a GC nincs arra izé maszkocska. Ó, írt a vegyész. No. Száncsengő, jaj, de szépen szó. Csingilingnek a golyóim, jaj, de jó. Viktor, nem is csalódtam benne, hogy nem tudsz magmáson felöltetni. Dugulj már, mert lecsapok egyet. Csak meg akartam nézni, na, most mi van. Formák a... Melyik a szopó alarc? Hát, mondanám, hogy az arcod, de nem. Kurva vicces vagy. Kurva szar karácsonykor munka nélkül, mondtak már? Nem szokták. Na, hát de most mit csináltok? Mit vesztek fel? Nincs maszkom, mert félhúzok egy hát ilyen szopó alarc. Venni. De van ilyen zsak a fejére. Azt láttam másnál is. Van. Biztos? Biztos. Kicsit papírzacskora gondolsz, nem? Nem. Ilyen fekete simaszk. Olyan, mint ami Viktorom van. Nem tudom, mi van rajtam, én nem látom, mindjárt elfordulok egy na, kicsit. Na várja. Nyakam, igen, olyan, az. Az jó, ez maszk. Az? Ez maszk. Ó, bazd meg, komolyan? Mondtam, aha, hogy nem jó. Hát akkor ma... Kis faszom, de hát nekem miért félrejti mindig el? Mindig tönkre mennek a maszkjaim. Ez én is baruhat, mindig elhagyom, bazd meg. Még jó, hogy olcsó, az a százas, az... Jó. Ja. De igazából ez már olyan bazd, hogy otthon kivágtam az oknit, az hello. Legalább megmutatom nektek az új kocsijaimat. Ja, hogy neked ilyen is van. Ó, hát hallott, 22 millió volt a izé, a kaszinó szamla reggel, amikor jöttem. De jó, vagy én meg full csövesben vagyok, egy ilyen bánat izé női autóval, hogy meg se akar venni senki. Hát első dolgom az volt, hogy visszaadtam a banknak mindent 6 millióig. Basz szerint... meg. Figyelj, á, tegnap nagy turpisságok voltak. Van egy ajtó baj, hát meg csukjam már be. Hát nyitva maradt az ajtó, az meg. Hát mi barlangba jössz, egy ilyen kibaszott Disney izé vagy. Viktor, nyitogassa az ajtót. De miről hátulán, beszélsz? Én rohadtul a másik oldalon vagyok. Ő kiszakott ugrani egy tízesért, vigyázz. No, adok egy tízes, kiugrasz most? Nem. Viszont, hogyha nekem adod utána az autórat, akkor kiugrok. Ez biztos, hogy drága a hely volt most neked. Igen. Meg is érdemled, mész, mint az állat. Egyébként igen. Ilyen félelőtlenül vezetni a városban nem szép dolog. Jó van, taták, jó van. Melyek így essek. Hát azért itt 60-as a tempó. Öreganyám gyorsabban megy, bazdmeg. Miss Daisy szófőrjé? Eldöntitek, hogy mostan milyen bajotok van, amúgy? Elég is hisztések vagytok. Miért viszünk, mint egy állat? Ruhaboltba újra el kell menteni. Vegyél már vissza, betontalp. Ez ilyen kétbítés, tudod, hogy vagy tövig nyomja, vagy nem nyomja egyáltalán. Hihetetlen az a pali. Meg fog minket ölni. Abba te nem kell aggódja. All I want is nude for Christmas. Kell ennek a golyim karácsonyra? Hát olyan, mint hogyha egész város betérítető volna a Coco egyébként. Mondtam vele, Viktor, hogy szívja fel. Ajajaj, Coco Jumbo, ajajé. Egész város beérezheti azt, hogy otthon van. Szia, Apple! Én, hát nem én csempésztem ide a bolond kokót. Tudom, ugye, Iván? Mindén tagadom. Pedig azért komolyan csempészgette a seggébe a kokain. Igen, a tiédbe. Na, lenyelve, biztosan van a te seggedbe. Á, ott volt, a harapós picsájú Viktoréba. Na, majd beszélgetünk a volt asszonyodról is. Aha, persze. Te meg a muffin sütő seggeddel. És akkor mi van? Én a kulámat adtam oda másodnak, hogy egyék meg. És akkor mi van? Hát oké. Jó csúnya vagy, Bruce. Na, vagy na, én a hóember vagyok. A csak hóember. Menjünk el egy ruhaboltba, hogy itt jól megjegyezze, hogy hóember fejjel a legszebb a világon. Uh-huh. Ne, itt néha egy szegény gyerek. Nem. De ez kurva kényelmes, hogy verda. Hát igen, egyébként. Nekem ilyen nem szerintem pont nincs. Nem volt elég pénzed, azért tűnik el. Miről beszélsz? Hát... Tényleg. Valaki adjon már nekem egy kis aprót, most vettem észre, hogy alig van pénz a zsebemből. Igen, de tegnap megvettem. Adj majd százast.
úgy osztogatod, mint a kötelező lenni. Tegnap megvettem, de szerintem tegnap tudod, crashelt a szerver. 0-90? 65-ös. Az a kedvencem. Parancsol. Köszi. Ez nem lenne rossz, hogyha nem. Ott lenne az arcomon. Majd te. Miért? Egész jó maszkeink van, ne? Szereted a vernek? Igen, azért. Na. Jó van már végig. Bünteste állat. Én leszek a Krampusz. Mi? Jajjó. Mi lesz most a nevetek amúgy tényleg? Nem tudom. Én leszek a Krampusz. Én Zacskó vagyok. Krampusz, Zacskó, te mi a faszom vagy? Mikulás. Faszom. És a Zokni. Így van. Ja, nagyon jó. Én Zacskó, nagyon jó. Rádió meg elfelejtettem már a számot. 321? Nincs rádióm. 256 volt, azt hiszem. Tudti? Majd ha lesz a rádió. Igen, igen, tuti, az az új. Bréko, bréko. Nagyon megy, ez nagyon megy. Nincsen rádióm. Csak vigyázz, mert a... Igen, a havazás miatt azért így... Kicsit csúszik. Raktál rá a téli gumit? É, hogyne, ráköptem. Tehát, hogy csak jobban csúszik, mert ráfagy a nyal, nem? Nehogy aztán mi is úgy járjunk, mint a izé, mint a betyár. Én tudok vezetni, nem vagyok egy betyár. Na, itt van még ez az autója? Nincs, bassza meg. Nincs? Mivel jött a Norbert? A kék autójával. Azt mondom. Na, bassz még. Hát akkor irány a kaszinó. Ja, szólja be rádion. Minek? Én ülök rajta csak. Nem, na, cseléd is fent van. De miért ülsz a rádion? Menj be a kinti parkolóba, én is kiviszem egy másik autót, hogy ne ismérje fel, hogy mit vagyunk, érted? Jó. És akkor ezzel még ültetjük. Ha metél van, hava csak az utak, meg égésék. Jézus fasza. Te miről beszélsz, egy profi parkolás volt? Aha. Na mindig igen. Na, köszönöm szépen, legalább valaki elismerte. Hát legalább. Jó volt. Pont van arra vagy. Na látod, mondtam én. Ez csak itt állandóan kritizál. Főnök, bazd meg, az a dolga. Nem tudod? Ez mi? Ez nem. Bréko, bréko. Itt vagy cseléd? Ja, motorra jön. Tegnap teszteltem az új prémium pontos rendszert, aztán becsúszott pár kocsi. Úgy de szar ez a izé. Nekem meg kell rádió. Figyelj már főni, elmegyünk tankolni, meg rádióért. Vettem. És mi volt a szám? 2-3... Oké. Hát így megyek egy kört az új példával. Hello, szereztél rádiót ezek szerint? Volt nálam végig. Értem. Beállítani tilos. Kivéve... Ja nem, radar kontroll. Nem mondod, hogy még azt is kirakja, hogy autópálya lesz itt. De komoly. December 15-én érkezik a rendes online-on az új Sziget Map GT 5 Szerókon.
lesz-e itt is az új sziget? Meglátjuk majd, srácok, jó? Meglátjuk. Viktor, merre jársz? Tankoltunk. Anyád ezzel hogy lehet egyébként? Fecsegő poszáta jelenkezik. Így megfordulok vele, nézem. Ez most nem volt olyan jó, mint az előbb. Szom tudja meg, Krampus, merre vagytok? Jelenleg tankolok. Én itt vagyok egyébként, itt krúzolok egy köpésnyire a kaszinótól. Ja, kéne valósolni a madárkát. Egy gépjárművel megyünk, vagy kettővel? Sokkal szerintem, hogy beszarjon. Szép jó napokat. Egytől is beszarik. Ki volt ez a jó napokat? Krisz. Ja, Hali. Mizu. Öltözzetek akcióba, Norbit beavatjuk, elraboljuk a kaszinóból. Ja. Rosszit is. Lehet, csak használtok van más neveket. Igen, a maszk alapja van, én Krampus vagyok. Jó. Van Krampus, Zacskó, Zokni, még Télapó eddig. Jó, hát akkor nekünk kell egy maszk volt igazából. Az is jó, hogyha találkozunk mondjuk valahol. Találkozunk a striptease barnál. Jó. Addig megfogunk minden csöcsát, ameddig odaértek. Viktor, te emlékszel, hol a faszomban van az a kurva striptease bar? Na, vaníliára gondolsz? Az, oda kéne elvinni. Szerintem az nyitva van, oda be tudjuk vinni. Csak mellett. Jó. Akkor honnan kap? Most menjünk, beérte, aztán kapjuk ki. Aha. Felső parkolóba találkozó. Jó. Amit csak mondom, megfenyegettem, hogy ki lesz rúgva ma. Miért? Szopatásban? Ja. Tennap is megszopattuk, Csoró. Köszi vagy. Kösz a dicséretet. Na kapjatok elő a stukit. Kihívtuk a rendőröket neki meg. Mi? Na. Na rohanjunk rá. Helyes. Csak aztán nagyon sietnünk kell, mert hogy itt biztos vannak mások is, vendégek, érted? Ovarja a szemem megvadult, vissza kell mennem. Ó, Istenem, csak nem most jöjjönek a rendőrök. Igen. Jó. Ti, szemüveges gyerek, ki a pultból most? Azonnal! Gyere, süket gyere. Vagy? Jó. Norbi. Hát jó, ha nem jön, akkor visszük be az meg erőszakkal. Ennyi. Kapd el, zacskó! Te a térdedre, térdelj le! Hallottad? Bubi gyerek, hát fel van téve a kezed! Azt mondtam, hogy térdelj le! Gyerünk, Zacsi! Vissza. Szépen térdelj le és számolj el 15-ig! Gondolni se gondolj arra, hogy véletlenül hívod a rendőröket, érted? Mert akkor a társunk, aki ott van a pókerasztalnak a másik oldalán, golyó tereszt a fejedbe! Megértetted? Igen. Na gyerünk, halljam hangosan! Jaj, mi történik? Gyerünk! Elviszünk egy kicsit kocsikázni, hülye gyerek, az történik! Meg fogsz dögleni, baszad. Ez attól függ, hogy jól csicseregsz-e. Striptease bar? Ja. Time for
Jajne! Nyíki, kérlek! Kurva zár! Nem már! Ez az. Egyszer rájövünk, hogy mit csinálja ezt az árat, és meggyógyítjuk. Meg ezt át kéne festenem vörösre. Wow! Ezt a cuccot egyébként nagyon jó lett a handlingje, csak nem a havas pályán. A havon nagyon gáz. Júj! Tényleg nagyon gáz. Vagy várjál, nem húztam át az élesre a handlinget. Ez ugyanaz a rossz handling. Ó, anya! Hát akkor ez most nem a legjobb autó. Vissza tudtok jönni, értem? Mit történt? Kell menni? Hát kicsúszott ez a szar, itt hagyom a faszomba. Basz meg. Hol van az a vissza? Hát itt hátra. Mi hátra? Itt vagyok. Mondták már sokszor nevezes autót. Aj, faszom, bebasztam a térdem. Vajon ügyes vagy. Jó, hát be voltam kötve, legalább nagy bajom nem volt. Remélem nem vettél otthonra tartós tejet. Az már nem fog kelleni. Oh shit. Na gyerünk, sétálj szépen, kövesd az acsit! Ez nem az acsi, de... Jön. Nem az az okni, de az acsi meg... megfáradt. Segítettem neki kibillincselni. Wow, nem is tudtam, hogy itt ennek van itt is egy izé. Köszönöm szépen. Így, gyere be szépen ide. Milyen szép ez a hely. Ugye? És most mi lesz itt velem? Mesélj nekünk egy kicsit, hogyha nem akarsz golyót a lábadba. Miről? Látjuk már, hogy ide ott vagy a kaszinónál. Úgy hallottak, hogy a kaszinó ebbe-abba benne van. Mesélj nekünk egy kicsit! Ki ott a fele? Lehet szerencsejátékozni, meg lehet inni alkoholt. Ne nézz hülyének, mert a következő már benned landol, szóval... Kicseregjé. Én egy pultos vagyok, ez a munkám, eladok italokat, meg elmondom az embereknek, hol van az a rohadt ATM, amit soha nem találnak meg. És mi a helyzet az a sok izével, dobozos sráccal, aki ott aztán a lifttel megy lefele, ha? Próbáltunk lemenni, és kurvára nem működik az a lift, csak felfele lehet menni. Mi van a raktárban? Mi van odalenn? Nem tudom, ilyen vázákról beszéltek nekem régen, de lehet az is kamu. Nem tudok semmit róla. Ott vagy nap, mint nap, és nem tudsz semmit? Kamuzol. Mondjad elő szépen a dolgokat. Nem tudom, mit mondhatnék. Kezdjük nevekkel. Kik járnak oda, például. Nem nagyon ismerek túl sok embert, kollégákat, meg ilyenek. Nem ismersz kollégákat se? De kollégákat ismerek, van egy... Na, gyerünk. Pultos. Na, mondjad ki. Halljuk szépen. Mondjad a neveket. Bent vagyunk. Na? Nincsenek nevek? Én sietnék, mert most hozzák a zsákot. Azt mondták, már itt vannak. Kutyák éhesek. Remélem jó kondiba vagy, mert ma megásatjuk veled a sírodat. Hát én honnan tudnék bármit, és csak egy pultos vagyok. Te azt mondtad, vannak kollégáid. Nevek? Így van, kértünk kollégáknak a nevét. Mondjad. De az miért számít? Mert számít. Mert hát lehet, hogy ők lesznek mindegy. A következőket, akit elhozunk. Azért. Nem akarok semmi rosszat a kollégáimnak. Nem akarom rosszba sodorni senkit így a kollégák közül. Kockáztatnád az életedet?
A társaimért, igen. Biztos vagy te abba? Csak kollégáid? Attól még bennük bízok itt a legjobban a városban. Ja, van, akkor gyere velem szépen. Nem akarom, hogy összevérezzük ezt a szép színpadat, nem sokára megvesztük a helyet. Gyere csak! Miért most mi lesz velem? Szerinted mi lenne? Táncolni fogsz. Nem tudok semmiről, mondtam már. Most nem egy kaszinó. Nem mondtál semmiről semmit. Nem azt mondtad, hogy nem tudsz, azt mondtad, nem akarsz neveket mondani. Neveket azért nem akarok mondani, mert a szerencsétlen kollégáimat, akik szintén semmi rosszban nincsenek benne, csak alkoholokat eladnak, meg egy-két ételt. Nem akarom, hogy ők is rosszul járjanak, mint most én. Hagyjuk már a hülyeséget! Kamuzol. Eresen kamuzol. Úgy hallottuk, hogy te vagy a tégla arra felé, úgyhogy ideje lenne kicsit zseregni. Na nézzük, hagyj fröccsenjen az agyad arra a puncira, hogyha nem magyarázol. Állj szépen oda! Gyerünk, gyerünk! Előrébb még! Ott, 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 szembe! Nézd velünk szembe, nem szeretnék senkit se hátba lőni. Csak annyira megragadta a szemet az a kép. Hadd nézzem már az utolsó jó dolgot, ha már... Ki is nyolhatod, ha akarod. Mik legyenek az utolsó szavaid? Itt az idő. Tíz. Hát, tudom. Kilenc. Nyolc. Hét. Hat. Öt. Eddig rettentő szar utolsó szavak. Három. De nem tudom, mit mondhatnék. Én az, hogy. Üdv a klubba! Mi? Boldog karácsonyt! Mi a fasz? Üdvözlünk a kaszinó sötét oldalon. Opa! Opa! Mi történt Viktorral? Jézus irén! Kivigyem! Te most még öltéd? Elájult! Ó, Istenem! Vigyétek ki, és hívjatok egy mentőt hozzá! Ez ki volt? Ki egy volt ez a nyomori? Visszad, jó? Hívsz a kommentet neki. Hát Krisz. Iván? Így van. Mi az az egész? És komolyan? Hát már egy ideig beszéltünk róla, hogy vannak dolgok, amik belenézegetsz. Félderítettél. Ah, már értem, már értem. Hova mész? Rócz fele mész? Jézusom! Itt volt majdnem az ideje. Befartam, az nem. Előre röpi a ranglistán, és megismerkedjél a kártellel. Megmondtam ma elesásban, nem? Drogok, pénz, ja, kurvak, és rengeteg szeretet. Megnyalhatod azt a puncit. Na, most megnyalhatod ítéletnapig, de ha ma rámegyünk valami jóra, és elég pénzt hozunk ki, akkor akár vehetünk is egy-két kurvat. Ja. Akkor beindul. Brusszal felvetted a kapcsolatod? Igen, beszéltem vele, és azt mondta, hogy majd lesz valami, meg beszéltem Krisszel, és Krisz mondta, hogy 15 perc múlva várjon meg a pultba, és akkor majd... Helyes, majd ők megmutassák a dolgokat. Jó, rendben. Igen, igen. Akkor már értem. Elég ködös volt, basszus, random izé. Ho, 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 ho. Mi ez? Mi ho, ho? Hát gondoltam, ho, ho, ho. Szóval mi veszed fel a strip-cibar? Csak körbenézik, mondom, egész jó hely ez egyébként. Éj, milyen szép maci. Még még korán kityó. Nagyon kityó. Lehet, hogy meg lehetne venni. Szóval, hogy jó helynek. Igen, igen. Szegény Viktor. Hogy pofon bászta? Levette a maszkot és összeesett abban a pillanatban. Krisz is. Na hova? Nézzük meg előbb, hogy jól van mindenki. Hát tényleg nem, nem akartam. De hova hívhattak? Gondolom az első helyre. Mire vagytok?
kint a klub előtt. Kicsit kukázunk. Hívtatok már mentőt? Elvileg igen. Ó, itt hallottam vezd valamit, remélem, hogy nem rendőr. Vezd le magadról. Ennyi, melegünk van. Te bolond vagy, meg fogsz fazni? Nem baj, mert beveszek egy jó kis rudos aspirint. Hát én inkább beülnék az autóba így. Mondjuk lehet. Hol az autó? Nem tudom, itt így. Abban nem? Ebben nem, hát akkor a másikban. Szegény mikor mekkora lángos kapott, fú, nagyon nagy pofont kapott szerencsétlen. Hát csak nem jön ki rendőr. Hát rendőr nem, de hát a mentősnek se kéne látni az arcunkat ebben a ruhában, nehogy aztán köpjön. Miért? Hát a nagymama nem tud várni, vagy szőni, vagy mit csinál. Na és utána meg ebbe elmegyünk rabolni. Mert nincs sajtott semmi. Minden rablásnál... Ja, értem. Jaj, tellek. Nálam itt van, amit adtam. Megtaláltam a nadrág zsebében. Úgy érzem, be kell mennem majd a ruhaboltba. Nem lenne jobb, hogyha elvinnénk a kórházba? De lehet. Mondjuk te. És azt mi? Már... kézbe lehet autóba vinni? Így ölbe? A csomagtartóba. Berakjuk a csomagtartóba. Én múltkor próbáltam a hullat, de nem sikerül. Úgy letettük, hogy nem nagyon tudjuk felemelni, azóta kurva nehéz lett. Na megmutattam én, hogy kell megemelni. Mi nem megy nektek ebbe? Várja, kinyitom neked a csomagtartót. Csomagtartó. Gyengék vagytok. Baszd fel a platóra, gyere! Platóra? Hát, nem bújja, akar... bújja a bévelé. Nem tudsz bebújni vele? De, bebírok fel a bújni. Hát akkor bújja a bévelé. Na, vigyük. Már sikerült? Igen. Sikerült. Tösöknek azért írjatok valamit, hogy elvittük a kórházba. Írom. I'm singing in the rain. I need a hero. Nyugodj meg, Viktor, túl fogod élni. I need a hero, it's until the end of the night. Nem lesz semmi baj. And it's gotta be fast, and it's gotta be strong. Mentő, most meg pont. Meg pont most jöttünk. A száj kivéli. Szép jó napot, doktor! Annyit hallottunk, hogy... Csúú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 ú
folytatása. Nem, eldobtam a izét, a gyémántot, és úgyis bevittek, leültettek volna egy 10 percre. Látom, úgy vettük, hogy leültem. Nem lett volna értelme. Hagyjunk itt egy autót, meg a Norbit marad vele, jó? Jól van. Okay. Ez lesz a legjobb szerintem. Jó. Megszóljatok a... Né, várjunk, hát ha most összeszedik, és akkor rendben lesz. Ott már valaki tunkolja. Igen, kell esetleg a... Mikor születtél, arra emlékszel? Uraim, majd kérnék szépen egy orvost, vagy mentőst, vagy bárkit a kórházba, is egy fehér öltönyű súrnak kéne segíteni bepakolni a raktárat. Na, mi történt? Sikerült megmenteni szegényt? Nem. Oké. Okay. Nagyon kényelbe vett a két az úr. Kurva élét.
Na jöjjön uram, akkor megcsináljuk a fegyverengedélyt. Rendben, rendben. Hozom uraim, hozom, hozom, itt van. Parancsoljanak. Nem lehet tudni. Szinte menjünk. Jöjjön, akkor jöjjön. Ezek szerint jobban érzi magad. Jó vagy, Viktor, nagyon csúnyan még csúsztol. Ja, azt hiszem. Azt mondták a dokik, hogy valamivel nagyon csúnyán fejbe kólítottak. Hát a lépcsővel. Megcsúsztál a lépcsőnek. Nagy a hóként, tudod azt. Ki lenne ilyen költségi értet, hogy fejbe jut. Hát nem tudom. Nem tudom, melyik buzi lehet ezek kényire nyomorik. De ki is raboltak, bazd meg. Na bazd meg. Ez még nagyobb baj. Na, menjünk innen, mert kórházszak van. Így van, menjünk, menjünk, na, menjünk. Na. Akkor írja... Főni, így a... Igen? Ő az akcióban sérültem meg így valami kárpótlás, tudod, mert így elhagytam a fegyveremet is. Igen, most megyünk érte. Király. Norbi, az, hol van? Ez hiteles fegyver volt, tehát hogy rendesen legális. Rendesítő kell vásárolnom majd. Ó, hát ez szörnyű. Hát igen. Ó, hát ez nem sokáig kell már a rendőrségtől vásárolni legális. Na, király. Hát, jó, oké. Okay. Most már a városvezetőség megcsinálta, csak még nem került át az iktatásba. Aha, aha, jó. Hogy ők fogják kiállítani a plastikkartját, és fegyverboltba tudsz majd venni. De jó. De gondolom, hogyha van engedélyem, akkor csak egy plastikkártyát odavá hozzám vennek, azt tudom. Ezért csurintér hozzád vágják majd, ezért. Jó, jó, az zsír. Aztán kalap. Jó. Hogy csúsztam el? Meséljétek már el. Hát, Viktor, pont te kérdezel ilyenek. Így, te vezettél, és ilyen volt. Akkor hogy kérdez oda egy lépcső, bazd meg? Hát, meg kiestél az ablakon. És egy egészen be egy házba egy lépcsőig. Igen, nem, pont nyitom. Nagy húzom a hülyeséget. Meg itt is. De azért mondjuk átöltés. Tiplizd le a izébe a... Pinyóba az hozzá is tukolt. Hát ne... Jó. Nekünk nem kell átöltözni. Ami jóba vagyunk. Arra kéne rájönni, hogy hol a faszomba, még mennyire lehet venni ízik egy cuccokán. No. Tovább? Mit gondoltatok ki? Hát nem tudom, izé. Mondjuk egy izét, egy bankrablás? Mehet. Kérdés, van-e mosnivaló pénzünk, mert úgy hallottam, hogy izit, hogy a kikötőbe lehet venni ahhoz ilyen izit, ami kijel. Piszkos Péter, ismerem. Azaz, Piszkos Péter, de az még iszik elő, mocskos pénzzel foglalkozik, hogy van-e olyanunk, vagy ha nem, akkor meg kukóból kéne. Hogyha az sincsen, akkor még ékszer megint. Bruce, mi a helyzet az a drakó gyerekkel? Tegnapi napfolyamán ugye próbáltuk elintézni a dolgokat, csak a illető nem volt fent a városban. Nem azért, van a kocsijában 800 saláta. Nem, már na, nem az ő tök jó arcok vagytok. Kiébe van. Kimentettétek a stukimat? Az enyémben, de mondtam hát is. Hát ez az enyém ja, volt igaz. Szerintem. No. Akkor visszarakjam? Ne, hagyjad. Főzőcskézzünk egy 5 percet az egészen, azt akkor... Menjük rá az ékszerre, azt csinál, nem? Még az egyszerű, az nem kell semmi, ja. Csak fegyver a kézbe. Norbi? Nekem kell, kell egy maszk, az biztos. Gyere, aztán megyünk mellek. Meg egy fegyver, nem? Meg egy fegyver. Kajátok van, kaja pia mindenkinek. Nekem nincs. Most minden. Rendesen kizsebáltak a kórházba. Ügyesek, akkor gyere. Ha jól láttam, a pultnál van fegyver, ugye? Nem, ott nincsen. Le kell menni a pincébe, és ott van. Pincébe lemész. Norbina kell rádió. Lifttel, és ott találsz. Tudod, hol ugye? Itt van állom 50 darab. Meg... Hol lesz találkozás, mert nekem még akkor kell egy maszk is. Maszkosnál szerintem. Találkozunk a maszkosnál mindenki, jó? Breko, breko. Micsoda? Iván. Igen? Tudtövök. Tegnap hogy kaptak el titeket? Ahogy így szarul vezetek. Akkor nem lehetne az, hogy mondjuk más vezet? De.
Mi óriásit menekültünk, nagyon nagy volt. Én óriásit csattantam. Akkor leteszem a fiókba a tudtot. Jó, akkor maszkos? Hadszorhatok amink. Igen, maszkos, mindenkinél legyen rá. Hány van? Hány van? Hát három biztos. Na, hát akkor elő kell pakolni őket, lássuk előbb, hogy hány van összesen. Miből van három? 6x6. Számoljuk össze, hány autónk van összesen. De te mehet, mert ez a villámgyors tükörpénisszel is. Mehetek valahoz, nincsen baj. Hát azzal biztos lehet, hogy itt a faszomban. Majd el kell beszélgetni a rendőrökkel, nem ismernek akkor. Ez így van. Ezt tudni kell. Volt belőle, úgy csak azért mondom. Ja, hát akkor szólni kell nekik, van egy ilyen, van a szabályzat. Tényleg, de megyünk. All I want for egy pali néz minket az ajtónál. Fehér ruhába. Rajta maszk van, mert én nem vagyok fasz. De ki vigyük az? El? Túsznak? Jó, baszunk. Hé, cimbora! Még mielőtt bemennél? Haló? Haló? Ó! Fasz meg, Aladár. Ott egy fasz, most majdnem elrabáltunk most. Majdnem túsz lettél, baszunk. Mi a fasz? Na, pattanyász, gyere már kifele. Mi megy a kánsz? Jaj, miért fordulok? Dorbi, gyere velünk. Nehogy Bruce. 6x6-od van? Adat rádiódat. Jó. Adat rádiódat. Mert te ment lesz elé, meg kintről infózokat ré van. Ja, izé. Nekem miért írj meg, hogy tudod? Mi a rádió? Mert srácok, akiknek nincsen, akinél nincsen maszk, srácok, akiknél nincsen maszk, azok menjenek el a maszkoshoz, akinek van. Az meg ízé, menjen el túsz gyűjteni. Tessék! Jó. Ti menjétek el maszkért, ketten, a többiek meg megyünk túsz gyűjteni. Jó, mi először veszünk maszkot. Fú, te. Velem jöjjön még egy valaki. Aladár, Ivánhoz. Van rádió? Nálam van rádió, viszont nem tudom a fekét. Át kéne öltöznem, de amúgy van. Mindenki rádion? Da. Itt. Gyere majd rádióra. Frekvencia? 256-os. Menjünk akkor tankolni. Mi megéltünk egy ruhatárat Aladarral. Ott a sitva rokkával. Kozom az égszerni? Igen, igen, szerintem Tali az ékszernél, de aki átöltözött, vagy még van a maszkja, azon a gyűjtsön legalább egy darab túszt. Az se baj, ha okay, kettő. Oké, merci, be egy fér csak. Hozzánk miért ültetek be hárman? Itt vannak a 6x6-osok, és akkor hülyén ültök. Sose fogom megérteni, hogy miért ülnek be a négy személyesbe, hárman, hogy elmenjenek vissza. Nem merek kérdezni semmi. De egybefér a csomiba is, szóval no para. Na futi. Jel. Küldjön SMS, hogy ellopták a rablás előtt az autót. Nem kell ilyeneket, nem ismerhetnek fel autó szerint ilyenkor. Mint ahogy semmelyik szerveren nem lehet autó szerint felismerni embereket. Bolt területén elvihetünk, igaz? Boltról. Ha elkapnak és megvan a személyid, nálad van, akkor tudnak normálisan elkapni. Van. Tudtam már, igen, viheted. Elmentek Barbora a szél? Hát itt vagyunk a kúton. Készen állsz, Róka komá? Mondanám, hogy készen, de akkor készen. Kéleni nekünk egy benzinkút. Tudsz nekem jelölni?
Ez a legközelebbi. Várjál, nem, egyenesen? Nem rögtön, mész szebb. Ah, ott egyenesen jobbra látok egyet a vízön. Elnéztem én is, még nem töltötte be. Nagyon csúszik! Még jó, hogy az oldalával kaptam oda. Pedig nem is megyek sokkal, 50-nél megyek, azt olyanak a csúszkol, hogy beszarok. Hát, mert ez a dermesztő zimankó. Igen, kibaszott hó. Kérlek, kérdezem meg, hogy lesz-e valakinél ételital. Nálam van szerintem. Akkor lehet, hogy kérnék majd. Mert az az igazság, hogy a Meteóval próbálkoztam beszélni, de nem igazán sikerült, köszönöm. Tessék. Vázd meg, most tankoltam ezresér és kifolyt a másik oldalán. Nálam nincs. Mi a kedvenc számon? Srácok, nem tudom, hogy jó ez a benzinkút, mert hogy én tankoltam belőle, az kifolyt a másik oldalán. Rokakom a szájam, aki lehet, hogy az a hülyeség. Nem jó eddig. Biztos megittem. Az lehet, a fületbe töltöttem. Azt írja, hogy 82% tele van. Mindegy. A faszom van tele. Visszaülhettük. Brunk bele többet rakni. Király. Nem lehet, hogy bogaras lenne a üzemanyag szint mérünk? Nem, csak izé, a, mi az, mind a kettőnek ki kellett volna szállnunk. Ilyenkor szerintem úgy gondolja a benzinkutas, hogy ah, ez a te autód, akkor én hiába fizetek. Biztos csak sütikét akartam venni. Mindig csak a lehúzók, ezek a pedrók. Da. Sikíts, hogyha látsz valaki gyalogos, vagy ilyesmi. Na jó. Hamburgerés felé is elmérhetnénk, a tégés után szoktok lenni. Próbáljuk meg. Egészségedre. Hát, ha emlékeznék, hogy ez mire van. Hogy állunk túl sokkal? Eddig nem talál. Aha, a burger felé megyünk, ott nézelődünk. Ott lesz egy rendőr a burgernél. Akkor tovább is megyünk. Igen, tényleg ott van a rendőr. Hát én ezt mondtam. Hát jó, csak leellenőriztük, biztos, ami biztos. Gondoltam nem ott lakik. Lehet azóta elmehetett onnan, de nem. Nézzük még a parton. Nézzük. Hát ha a pörsznél látunk valakit. Bizony. Hát ha egy csiribabát elviszünk. Én élem, csak nehogy ott legyen valami hősködő biztonsági őr. Elviszük azt. Az is jó. Norbit kellett volna erre volna, ezt utána elmondani neki. Faszom. Hát szerintem itt nincs lófasé. Pedig ez egy szellemtanya. Pont már írták, hogy hétvégén nagy buliuk lesz, meg minden. Ebben nem igazán látom. Ah, izin lesz, a jachton kint csinálnak egy hoppá, egy táncos eseményt. Még jó, hogy ezzel a mindent járóval jöttünk. Dancing Queen. Tiriti. Azt hiszem, hogy szombaton lesz. Nagy diszkó lesz, meg minden, meg jó kajak. Remélem 90-es éve.
A tér is. Ti találtatok már túszt? Nem. Mi a fasz? Mennyien vannak fenn? Itt új, mi meg elmegyünk mellette a 6x6-osunkkal. 73-an vannak, csak kéne találnunk valakit, ha nem vagyunk vakok. De hogy városra van korlátozva az RP. Nem tud semmit, havas John! Az lesz a vége, hogy a saját fizető vendégeimet fogom elrabolni, bármilyen. Miért nem vittetek el engem? Azt, hogy téged akartunk elvinni, azt észrevettük, hogy te vagy. Hát mondom, akkor már csak nem rabolunk el. Hát szerintem nem korrekt az. Ajaj. Aj, Istenem. Meglett. Menekülésnél nem én fogok vezetni, úgy érzem. A vezetési technikát nem fejlődött? Nem. Oh. Nem kell sokat gondolkodnom rajta, hogy a válasz az nem. Egy kicsit sem fejlődött semmit. Ért. Ez egy tellen város. Igen, egyébként. Pedig úgy hallottam, hogy egész sokan vannak már. Jaj, kicsit ilyen kinyírom sütél. Szia, Sigoló! Fejlemény. Ha lenne, mondanak. Hol bujkalnak ezek? Szembe valami? Itt nálunk volt egy ember, aki szó szerint vízbe ugratott. Ja, nézést, itt mi történt? 2 kilót kerékkel. Szerintem jön már a mentő, nem? Igen, uram, megállnál, megkérem? Ha-ho. Halló? Szép napot az úrnak. Mi történt? Meséljem. A barátom berohant elém. Na, motorral volt? Én voltam motorral, sajnos. Nem, jól van, már is megnéz. Ez jó lesz. Megvárjuk, még összeizek, kapar. Aztán elviszük a nem sérültét. Így van. Hát addig még egyszer tankolnunk kell. Hát addig elviszik. Itt a kör, a főtéren találtunk kettőt. Egyik elütött a másikat, most azt várjuk, hogy felszedjük a sérvésültet, és elvigyük azt a gázolót. Mi is azt nézzük. Akkor menjétek addig még egy kör. Köszönöm, Navaj, nem kapunk? Meg lehet nézni, hát ha. Jó, elugrunk a parkolóhoz, meg a helyekre nézzünk szét. Ujjjj, én úgy láttam, hogy ezt itt bezsalkolnak. Hát ez még dög lett. Iha. Nagyon próbálkoznak. Igen, hát pumpalja neki a izőt. Na jó, menjünk szerintem mi is körbe azt már. Jó. Hát ha. Elrabolunk egy rendőrt, mit szólsz hozzá, az biztos drága lenne. Hát, legyen ekkor a farkunk. Fú, bazd meg, mennyien vannak. Jézus erejé. Nem, egyébként ne legyen ekkor a fászom. Meg kellene nézni a hintes. Hoppa! Kiszállnék abból az autóból, de nagyon gyorsan. Főleg úgy, hogy rám tartanak egy fegyvert. Befele a miénkbe. Gyerünk. Szépen. Jól van. Nem oda szállni, nem. Be. Hátulra szépen. Tessék először beszállni, aztán én is beszállom. Jól van.
hátranyúlok, megkötözöm a kezét a gyors kötegezővel. Azért vezetek ilyen szarul. Te is láttad, amit én láttam? Igen, Rókotóban. Igen. Igen, hátranyúlok, elveszem az úriember telefonját, rádióját. A rádió nincs nálam, de a telefont azt akkor adjam oda. Igen, kérném, kedvenc számom 99. Egy pluszban vagyunk. Itt is egy plusz, az kettő eddig. Többen azt, hogy most lesz egy kis társalgásunk a mindenhatókkal, lesz lehet három. Még embert se láttunk. Mi már többet is szerencsére. Próbáltok lemenni a szerelőtől lefel a benzinkút fele, ott a szeméttelep. Ezek a parkolók nyílnak? Inkább nem lenne. Kockáztatom. Közben figyelem a visszapillantó tükröt is. Jól teszed. Nehogy aztán problémánk legyen. Nem kellene. És milyen napja volt eddig, jó uram? Meséljen! Igen. Elvetett tőle a telefont, ugye? Igen, 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 igen. Elnézést, uraim, csak ugye történnek ilyen dolgok. Milyen szép hely ez. Hangulatos. Igen, igen. Főleg ebben a hóesésben. Kamu hangja van ilyenkor Ivánnak, hogy ne ismerjék fel. Na jó, menjünk még egy kört. Menjünk. Mit szeretnének velem csinálni? Ó, semmit, csak üldögélni fog egy kicsit, aztán utána minden rendben lesz. Jaj, azt szeretem. Akkor jó. Üldögélésből jeles akkor. Így van. Szerettem az együttműködő túlszapát. Én is. Na mi legyen, megfussuk kettővel? Egy 5 percet nézzek szét a kaszinón, utána meg a szemet esekni. Baleseteztünk, nem sokáig indulunk. Remélem minden rendben. El kéne menni még a hentes felé. Megnéztem merre van, meggondoltam magam. Közelebb egy helyhez, mint gondolnám. Igen. Mekkora féktávon van, mint... Mária picsája. Az Alföldön nincs ekkora. Nem tudom, sosem voltam még ott. Jézus. Hátul az úr esetleg nem méhes, nem szomjas. Teljesen jól vagyok. Rendben. Azon kívül, hogy meg vagyok kötözve. Hát ez sajnos formációs dolog, úgyhogy. Hát ezzel igen, együtt kell élni. Teljesen megérdemes vagyok. Így van, kinyitom önnek az ajtót és kisegítem. Eddig mennyi túszunk van? Hopp. Egy gyömörcim. Na, menjünk be addig. Mi bementünk addig a izébe, ékszerbe. Ékszert veszünk?
Így van, ékszert fogunk venni. Abba a hátsó szobába csücsüljön be, jó? Ott kényelmes. Látis megyek. Így van. Van minden. Internet az nincsen, de tud pac-manezni és flipperezni. Jó, hazi. Lehet, hogy kéne majd benzin. Igen, meg lehet. Hát tudsz ugrani és kannáért? Mi pisilned kell? Bejebb kellene állni autóval. Állj meg! Rádióba beszél, hogy állj meg. Mozogjál! Ezéhez egy van nálunk, akkor kettő összes, igaz? Hát eddig igen. Egy szabad, másik 3 perc előny. Sok szerintem lenne? Igen. Ünkre. Tudtok hozni ízét, kannát? Menjünk. Szerintem megoldható. Viszünk még egy túsz, megvan. Király. Megyünk fel. Király. Hadszaratom, hogy le tudtok ugrani. Ez a terv most ott, valószínűleg. Csabal, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a támogatást. Azon gondolkozom, lehet, hogy ilyen külső informátort játszanék. Megpróbálok felmenni egy házra. Gondolkodtam én is. És onnan lesni nektek. Ez semmiféleképpen van az ejtőernyő. Van valami problémád a vezetési stílusommal? Én ültem le! Nem, én csak nem szeretem a fákat csókolni. Az igazolványom, mert lehet el kéne dobnom, nem egy szemetesbe. Mindenképpen. Miért van nálad ilyen? Kosti, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Köszi szépen. Állam is van. Lehet, hogy elmegyek átöltözni, hogy ne rikítóba legyek a fehér háztetőn. Én tudok egy olyan helyet, ahol tök mindegy mi volt igazából, nem vesznek észre. Nem? Nagyon beütöttem magam. Teljesen jól vagyok. Nem kell bejönni folyamatosan, itt próbálgatom a tánctudásomat, meg ilyen. Hol vannak a sima animációk? Látok táncot, meg ilyenek. A sétálok azok csak így ide le vannak rakva? Lehet, hogy a sétákat majd ezért kéne. Futások itt vannak. Striptease. Hú, hát ezt az animációs menüt, ezt még össze kell raknunk szépre. Szerintem per injured. Vagy várjál? Bak vagyok. Séta típusok. Hídni. Jézus fesze. Megpróbáltam kinyitni az ejtőernyőt, közben zuhantam, nem segített. Térdemet vertem be, úgy látom.
Wow. Elhúzott a Ferrarit. Igen, elég keményen nézett ki. Szia Csaba! Van nálunk is együtt. Még ne kezdjétek el, amíg nem érek vissza a pozícióra. Szép napot. Ketten másztok? Mind a ketten biztosak vagytok te ebbe? Miért? Pac-manezni próbálok, mert azt mondta az jó, úri ember, aki behozott ide, hogy pac-manezzek, de te. Nem tudok, mert még az is laggol. Tessék. Az egyik kollégája azt mondta, hogy itt nyugodtan pac-manezhetek. Nem tudom. Miért hallom ilyen messze a csávon? Oké, okay, pants. Na, ó, a fenébe. Na mindegy. Most, hogy így mondja, teljesen igaza van. Ja, leállítom. Egyetek, igyatok. Szirénát hallok. Én úgy hallottam, hogy azt mondta egy úri ember. Nincs fejérben. Maguk mind dolgoznak. Roblox vagyunk. És a bányászat közben elraboltál. Két t-shirtbe kell. Na. A... Fehér. De akkor nem volt magánál felszüggesztő megélnek. Ez a nadrág, ez szörnyű. Ja, itt a zsebébe. Akkor jó lehet, nehéz lehet. Nincs olyan... Ami... De van. Nincs suttogok. Íj, az szép! Valaki pont itt borul? Jó, borult az össze. Ja, itt vannak benne. Szép jó napot. Szép napot. Íj. És tehát tartozunk? Aha. De milyen ruhát csinálunk? És ruhát akarunk csinálni, hanem öltözni akarunk. És miért beöltözünk? Indíthatjátok. Jó, ja, indul. Nem túl gyors, így sérülted ez a szar. Mindenki figyeljen arra, amikor gondolom, kifele megyünk, nem ér. Az autóban normálisan beülni, jó? Sapka le. Nézem, hogy van-e távolabbi létra. Mert ez a létra, ez nem volt a legjobb a világon, ha őszinte akarok lenni. Aha, ez egy nagy parkolóház. Ez egy nagy parkolóháznak tűnik. Megvan az első befutónk. Autó vagy? Autó, autó. Krampusz, mit látsz? Egyelőre semmi.
Majd, hogyha elkezdődik a tárgyalás, akkor azért ne buktassuk már annak figyelőinket, jó srác? Azért vagy a kampusz. Jó, a másik autó. Zokni. Csak hogy tudjátok. Két autó, de egy két embert látok. Detto. Te melyik oldalon állsz, zokni? Ahonnan jöttünk. Nem a lépcsősen. Ahol ők állnak? Ó, oh, bakom. Igen. Én is ott vagyok. Merre vagy? Háztetünk. Tökes drót már lent, azt látom. Átmegyek a másik oldalra, jó? Oké. Okay. Kész. Egy valaki nézzen rá a túszokra, és kérdezze meg, inni enni kell. Én teljesen jól vagyok. Kész vagyunk. Azt kéne kideríteni, hogy a kis út másik vége szabad-e. Minden túsz jól van. Hárman vannak. Most jött még egy autója, de az civil lesz. Kis út másik végére éppen tart a zokni. Jó. Akkor megvárjuk, addig húzzuk az időt tárgyalással. Van szöges, meg... Várjál, megpróbálok kifigyelni. Két rendőr. Az egyik lehet, hogy feljön, bazd meg. Mindenki kapott. Szöges látok két autó, az egyiket azt eldugtak a főút mellett. Szóval tőletek, veletek szembe körülbelül. A másik az meg is réhénbe állt, mindjárt megnézem, hogy van-e még. Most mi történt? Most befagyott a cuccom. Hallotok? Persze, persze. Igen, igen, igen. Kristály tisztán. Akkor jó. Jó, a lépcsőnél három rendőr szöges lent. Lehet, hogy újra kell repülnem. Történt egy kis gondom. Várunk, várunk. Viszont lehet, hogy feljönnek rám, szóval én most túsz leszek. Mi a faszért csinálja ezt a karakterem? Nyomkodom a V betűt, de... Az se. Ah, a telefon. Ja nem! Közben megcsinálta nekem a izé. Ja, kaptak? Ezt igennek viszont. Egyikért két perccel, egy másik fölött volt, harmadik. Jön velünk. Jobbra lezártak az utat, hogyha kijöttök. Ott... gyakorlatilag a kereszteződésben a jobbra vezető utat is lezárták. Egyelőre csak akadályokat látok, megnézem, hogy van-e ott szöges. Minden rendben van. Szóval akkor, ha kérhettünk volna. Forduljunk tovább. Hát, hogyha kijöttök, ne jobbra nézi. Forduljatok, az biztos. Vagy egyenesen menjetek tovább a hegyek felé, arra tiszta, vagy pedig balra.
ha megtalálnak, akkor egy jó alibi, hogy egy tetőbulit akarsz rendezni. Lakásnézőbe vagyok. Négyet látok most. Első tusz, megtörténik tárgyalás, felszedik a szöges drótot. Az egyik tuszért, most megy ki a rendőr szedje fel, utána az egyik kollégán kimegy, megnézi ő is, hogy minden rendben, azt akkor utána kiment a tusz. Második, lezárták szembe is az utat. Az ki... utakadály nem baj, a szöges drót, ne legyen sehol. Szöges nem látok, de nem tudom, hogy mennyire takar a hó. Mondjuk igaz. Én itt látok. Ó, nem kaptak el akkor ezek szerint? Nem, nem, csak játszom a fejem, esetlegesen följönnének. Hallok egy motorost. Ja, itt ott előbb egy milyen rák, robogó. Két személlyel elküldték a rendőrök. Tárám. Tárám, 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 tárám. Ne álljál már fel, Iván. Mi a fasz? Mi rád fel? Próbáljuk felszedni a utakadályt, hogyha jól látom. Mondta a rendőr a rendőr autónál, nem tudják. A másik oldalon meg se próbálták. Törjék össze az autójukkal akkor. Újakat rak le a csávó. Nem felszedi őket, what the fuck? Érdekel, hol fér el egy műanyag útakadály. Egyébként igen. Figyeld, az autót rá fog menni a szöges drót a saját autójával, kiukaszt a kerekeit, egy szöges drótért. Vagy se egy túszért. Drága lesz szerintem. Hát figyelj, egy autóval kevesebb. És van még egy. Most kurva vagyok, srácok, jönnek értem. Sikerült neki. Sikerült kiugasztani a saját kerekét? Aha. Nagyon jó. Akkor kapja a második túsz, és legyen a harmadik túsz, akkor két perc előny. Így van, most tökéletes. Újabb érkező autót hallok. Az izgalom a tetőfokán hág. De kivel? Jó, második tusz. Hamarosan kimegy. Hátrább is felszedték. Én itt, ahogy néztem, próbálkoztak, mindjárt megnézem telefonnal.
Én látok még szögest a villanyoszlopnál például. Igen, van több szöges is lent még. Hogyha kijöttek és balra indulnátok, akkor ott van több szöges is a izék mögött, a műanyag mögött. Egyik rendőrautó elment. Most nincs itt ezen a helyen rendőrautó. Elindultatok? Nem. Nem. Látok. Meg vagyunk mindennel, indultunk kifele, a rendőrben maradt egy. Melyik útvonal a tiszta? Balra. Hogyha kijöttek, akkor felém. Ami a fodrász felé van. Ne a ruhabolt felé menjetek, ne balra, hanem egyenesen. Most egyenesen? Arra pont nem. És én vezetek rosszul. Végig volt rakva szögessel amúgy. Teljesen körbe. Mondtam, hogy ott volt a műanyagok mögött. Át tudtatok rajtuk ugratni? Nem, pont volt egy kis rés, ahol ki tudtunk menni. Mázli. Önök adtak nekik. Rami, meglóptunk hárman. Két perc előnyt. És szabad. Ketten merciből. Ja. Én már meglepődtem, hogy csak úgy. Na. Mert jó. Vissza akartam kérni a telefonot. Rampusz, hova menjek utánad? Voice, azt újraindítom. Már valamelyik csáva, akivel találkoztam, belefagyott a fülembe. Meg itt körbenézek, hogy hol vannak. Merre van találkozó? Itt úgy leugranék ejtőernyővel, hogy működik, de biztos vagyok benne, hallottok? Hogy meghalnénk. Igen, én hallak. Háj, kisztán. Bújjál. Egy 5 percig bújjál valamire. Bárhova, egy sikátor, egy bármi, akármi. Krampusz, merre menjünk utánad? Utána találkozunk a Comedy Clubban. Értve. El tudsz menni oda? Megoldom. Ember. Ez majdnem fájt. Ez miért van? Szóval ez azért tök nem jó. Viktor, ami újság? Én nagyon hisztis leszek, hogyha itt leesünk. ...90%-ig le fogok esni. Oh. Jaj, de örülök. Oh. Irány a komedi. Rögtél volna mi? Te gyász? Az ékszerbolt újra járható. Nice. Az élet nagy kérdése egyébként tényleg az volt, hogy 2-3 autóból hogy pakoltak ki, vagy 15 darab műanyag útakadályt a rendőrök és szöges dróton. Ott lehet, hogy majd meg kell kérdezni, vagy nem tudom, kell ráhozni egy szabályt, hogy ugyan már mondjuk autónként legyen mondjuk 2 vagy 3 szöges. De szerintem inkább 2 a csomagtartóba. És 3 útakadály. De gyakorlatilag most egy komplett Lego állomást raktak össze ott.
nekünk meg kell keresnünk majd egy illegál hadiszállást. Hogy ne a izében legyünk. A kaszinóba csak. Tettem túl biztonságos. Az új szigeten nem lenne jól a háku. Srácok, egyre tök nyugodjatok meg az új szigettel kapcsolatban. Az még úgy is idő, hogy meglátjuk, hogy egyáltalán milyen az az új sziget, be tud-e kerülni 5M-be az új sziget, miképp fognak azok működni. Nem tudunk arra az új szigetre semmit, azon kívül, hogy majd jön az online-ba. Bean Machine! Szeges azért elég kicsi összecsuk van. Hát akkor lehet belőle több. De a műanyag azért nagyon sok volt. Kiket kaptak el? Viktor, biztos. Orbi, Rossi, én, itt vagyunk, élünk, bujkálunk. Fasza. Stripper kukákonak arra is gondoltam. Haladár. Most rossz. Élek és virulok és várok. Akkor ki? Csak a Viktor? Akkor Viktor. Jó, no para. Viktor, én mindjárt itt vagyok a komédiában. Ki hogy más, Viktor? Mint Viktor? Lehet, hogy Viktor is elmenekül, csak nem hajlandó velünk beszélni, hogy beszopasson minket. Teleportos a Comedy Club. Azt hittem, hogy ez sima besétálós. Jövök a Comedyhoz. Elég szar egy mappolás. Ezt lehet, hogy kiszedetem majd. Melyik az, amikor amikor rá vannak támaszkodva izére, a pultra, és ott vagy takarítgatják. Ezt tök szeretem, amikor azt csinálják. Bartender? És ez minek van fordítva? Csapos. Evés felborul. Vagyunk én. Halló, kampusz. Bent találkozunk? Úgy gondoltam. Oké. Okay. Hátra tudtok jönni, hogyha kell a komedihez. Na, minden a terv szerint alakult, Bruce. Annál is jobban. Szuper. Mennyi ékszer jött ki? Nekem arról nincsen információm, Kriszt kell megkérdezni. Ah, azt hittem szétosztottátok egymás között. Szét lett osztva, csak én nem kaptam. Ja, értem. Jó van, akkor várjuk a többieket. Így van. Na, hírok a nyolok, közben megejtettétek egy ruhaboltot is. Okos, okos. Hát, csak is. Mennyi ékszer jött ki? Meséljétek. Mennyi van Bruce nálad? Nálam nincs egy darab se. 50 nálam. Aladar? Szóval 50. Nálad is 50? Akkor 100? 150. 200. Talán 250. Szerintem 250. Fullos kijött, mert Viktornál nem volt. Igen, egyébként teljes kört hoztunk le. Ez elég jó. Na, megyünk, csak Norbi öltözködik. Na, adibá diktatóra. Csapjál már rá. Van bartender 2? Nincs. Bartender szóköz 2? Igen, ebből jó pénz lesz. A izénél lehet egyébként elpasszolgatni, úgy tudom, a drogos csóka még veszi ezt is. Mondtam, nevezes, igaz? És minden hát, jól sikerült. Jó, basszatok még. Amikor azt mondtam, hogy egy túlszér kiukasztom a rendőrnek a izét, az 2 mínusz rendőr. Csak számolja van.
Igen, igen. Meg egy autó. Ez szóval több jó, csak a kijáratnak a másik vége full szöges drót, meg minden. Hát én a rendőrt a kicsit arrébb lőttem. Akkor is a kis útnak a másik azt vége. Azt nem tőtte semmit, ha ott vagy, már dobja a másikért. Amúgy, vagy valami. Hát... Ne legyél így. Ne legyél így, Geci. Kapjatok ilyen. Köszönöm. Nagyon jó lesz. Felkeletes. Egészség. Egészségünkre. Én a szemgolyómmal szeretek inni a legjobban. Én óron szívom fel. Nézd. Így beléneklek. Tölcsír csinálok a kezéből, csapsolok vidaman. Úristen, ezek az oroszlótek még mindig szarok. Igen. Mire vagytok, Bréko? A hercegnőre várni kellett egy kicsit. De miről beszélnek, ez hazugság. De a hercegnő haladjon, nem érünk rá arra, hogy így töltözködik éjjel-nappal. Ez az új fiú. Gyorsan meg kellett változtatnom a ruhámat, hogy biztosan ne ismerjenek fel, mert ugye ez volt a civil ruhám, mert nagyon sietni kellett, és akkor azt most megváltoztattam. És nem fognak felismerni. Vigyétek el, a lényeg megvan, nem fognak felismerni. De ti sem. Még kurva nak ötözti. Hol vagytok pontosan? Biztos. Bent? Oda bent? Annak neki jött. Igen, bent vagyunk. Nem mondjuk nem. Még jó, hogy van itt egy parkoló is. Lerakom egy autómat. Te mit vett közel itt én, Aladar fiam? Akar táncolni. Így van. Gyekérd meg táncol. És táncolj! Rázzad a bulad, rázzad. Uaj! Iszok egy teját. Tekerem, tangó, tekerem, majd tekerem. Figyeljétek valamit, hogy nem essétek már ki, mikor bejön. Jöhetnek a pénz. Nem, senki nem beszél erről soha többet semmit, ezt amint ennek vége. És erre várj. Fogyatékos. Amint ennek vége. Mi a faszom? Te vagy a izé Akatsuki kis élete? Vagy mi a faszom? Nem az, hogy Akatsuki bazd meg, de az a külön mész, csak mondom. Minket nem ismer. Sasuke! Kamehameha. Nagyon gyorsan kellett ruhát váltanom, és ez volt az egyik színe ennek az kabátnak. Csak egy baj van vele. Akkor választottad? Bazd meg, csak egy baj van vele. Ennél jobban feltűnősködni nem is lehet. Nem. Egy baj van vele. Nem fognak felismerni. Mi az, hogy nem ismernek fel? Ezek a büdös köcsök kabátosok szedik bazd meg a kurva kokaint a földön. Ne idegesítsél, menjék egyedül. Húzzál ki fel egyedül. Mi? Ja. Ilyen kabátba szedik bazd meg a kokoleveleket, bazd meg. Kik? Csak faszom tudja, mutko voltam arrafele, bazd, azt megkergettek a gecibe. A hátszor hatos gyerekek? Nem, ilyen nizékben vannak, kicsien varen vagy mi a faszomban. Erről mondjuk nem tudtam. Adjuk el a cuccot, ezt menjünk, tapasunk rá a faszukra. Négyen voltak ott, amikor oda mentem. Hát mi meg itt vagyunk most majdnem kétszer annyian. Itachi, ne húzz el magad. Na, adjuk el a szájrét, aztán tacsizunk. Ja. Itachi a kocsiba. Csomag tartom a bujába itt. Mellettem, te nem utazol. Hátul a kocsim. Nekem itt van egy a parkolóban. Jössz velem a ladon? Tartok. Na ne. Ön zimankó lett ebbe a városba? Hát eljött a tél. Azt mondtak, hogy winter is coming. Úristen. Van. Melyik sztár volt ez? Itachit beraktuk a csomagtartóba. Faszom ki van. Miért raktatok be a csomagtartóba? Hát itt van egy parkoló. Hát olyan ruhát vett fel, nem kéne. Így van. Mikor a patkolom? Mondjuk erről tényleg nem tudtam. Jobb a békesség. A békasség? Igen, az. Elég a békesség alatt vannak ezek a poénok. Ez van. Sprite.
Mennyi ékszer van nálad? Na, hova kell menni amúgy? 50. Övemet bekötöttem, kapaszkodok. Kisbarátunkhoz a híd alatt, tudod? Ja, csak hozzá, jó van. De még a szívben van 150. 150 mi? Gyémánt, egy gyűrű. Akkor ugorjunk be előtte a kaszinóban. Jó, akkor kirakjuk Itachit is, jó? Így van. Szerintem. Ez még mindig úgy bugni. Menjen vissza dolgozni a pult mögé, azt mi addig izé. Eladjuk a Sairit, azt majd kap belőle. Vagy 100 dollár, társsörintet. Jó, akkor odaadom Franknek szerintem a izét. Tedd be a izébe. Csomagtartóba majd kiveszem én. Jó. Kicsit megcsúszott a pizsám. Itt látom vezetni, azt még mindig nem tanultál meg, mert nem arra a kaszinó, de mindegy. Nem, rájöttem, mi leadjuk ezt, majd utána jövünk. Megoldjuk. Ne legyen feltűnő, tudod. Ennyi autó megy erre. Még egy kicsit? Ti jöttök mögöttünk, ugye? Nem. Én nem. Nem. Akkor? Mi vagyunk, mi vagyunk? Ó, faszom. Ó, bazd meg! Én meg itt beszálltam. Már egy kicsit amra. Illedelmesen megvártam, hogy végig mondjátok. Na pattanj. Próbálni. És? Kikötöd a biztonsági övedet? Lehet, hogy ki kellett volna. Hokage hatalom leszel? Szigai, jó. Védjétek be Viktor, a helyetetig, jó? Viktor, kiszabadultál? Szerintem nem lesz nála a rádió. Mennyit adott az 50-ért? 50 ezret. Ez egész jó, Zsé. Akkor körülbelül 200 ezret szakítottunk ebből, nem? Hát ha 250-et szereztünk, akkor 251-et, ja. Ez még jobb. Még ott vagytok? Nem, már jövünk visszafelé. Jung, nézzük. Nálad van X-er, meg ilyen? Mindjárt visszük a többit is. Ja, van, oké. Okay. Utána... Szerintem találkozunk lenne a pinyóban, nem? Réd van? Nincsen réd, át akarsz verni? Úgy örülök, hogy ilyen kis finomultan vezet. Ugye, gyengi, de mintha lovat basznak. Így is nem vagy. De csak egy fél. 2/10 a kocsiba. Elég keveset ad az ékszerenél, többet ad a bank? Szerintem igen. Nem tudom, hát eddig még nem raboltam, dude. Nem én dolgoztam a rablásokon. Ó, ezek az új pókerosztó nők elég hangosan. Igen, üvöltének a kurva anyjukat, húzok a hajukat. Ez még nincs meg a kulcsom. Most már megvan. Parkoló. Viszket a kalapát. Bruce. Van már nálatok mosni való? Add át ide nekem, Bruce. Nincsen mosni való még. Oké. Okay. Valakinek ugyanolyannyi van, mint nekem. Délében. Sok sikert, uraim! Sok sikert! Köszönjük, köszönjük! Szép estét, köszönjük szépen! Gyorsan átöltözöm. Halló, rádió. Igen? Vétel, vétel.
Egyre úgy látom, hogy ma még nem baszták meg a szervert. A végén még elbízom magam és elhiszem. Valaki még maradt ottan? Sikerül minden. Igen, tiszta az egész, gyertek. Jó. Megyünk. Elindultunk. Ha sikerül az SQL logokat is megoldani, akkor kiverem magamat. Tiri-tiri-ti-ti. Szia Kristóf Ketta. Ez a törkelőszobban még mindig zseniális befektetés van. Ugye, szerintem is. Meg a gyebelő. Aj, mennyivel jobb idő van, Jézus örüljé. Végre mondhatom azt, hogy szép a hajam. Szép a hajad? Miért eddig milyen volt a hajad? Ugyanilyen. Akkor nem értem. Laci koros voltál? Lehet. Ha értem. Szerencsére én már még nem voltam egyáltalán. Engem mindig kell. De végre elő tudtam venni a nagyapámtól kapott kis zsigoló kabátomat. És az még oldatta egyből. Így van. Valaki eljön értem a rendőrség előtti kis utcába? Aha, megyünk. Mennyi vagyunk? 3, 6, 7, 8. Vagyunk báran. Szerintem ebből mindenki kap egy 20-ast, az kalap. Tervezem Red Dead Redemption 2 RP-zni, most, hogy megnyílt már rá egy-két jó szerver. Szerintem idővel inkább majd mi csinálunk egy sajátot. Én mindig úgy látom, hogy az a legegészségesebb. Tessék? Mondom, lehet, hogy adnom kéne valamit, ja, igen. Csúsztottam a zsebedbe. Nézd, jól is tettőd, nagyon is. Meg elrakom a stukkért, hogy ne az legyen, hogy itt véletlenül még motoznak a rendőrök. Nálam eddig mindig nálam van. Mindig magadnál hagyod a stukkért. Megyünk vissza. Lehet. Az bátor. Megtanultam, hogy minden megyünk az asznak. Nem szeretem utálni. Biztonságban érzem magam. Az a baj, hogy sokan látják, és száz felé szílednek emiatt a playerek. Megesik az ilyen. Neked van fegyvertartás engedély, nem? De igen, csak nem heavy pistolra. Szerintem menjünk fel addig. Menjünk. Többiek mire vannak? Most tettünk vissza a kaszinóba. Norbika, van nálad egy kis izé? Mi is megyünk mindjárt, papír, csak nem? Franknek újra kellett repülnie. Nincs. Nincsen nálad, jól van. Menjünk le? Nem kell, adjátok ide a cigi papírt nekem itt a izénél majd, a liftnél. Ja, akkor abban én nem veszek részt, mert nekem nincs. Nem baj, ha kapni majd, kapsz még. Majd mesélj, hogy mi volt, majd lenn megbeszéljük. Jó. Krisz, Carlo, van nálatok cigi papír? Ne tartsátok magatokba, mint a szavakat. Igen. Akkor adjatok át nekem ide, jó? Na, szép napot, David. Szép napot, David Hasselhoff. Szép napot. Hát mi újság? Hogy van? Minden rendben van. Hát nem tudom. Hogy van az agyán? Ön a főnök? Így van.
Jó, mert nekem azt mondták, hogy a kaszinónak főnök valami Ivan Vasiljevics. Az a művésznőm. Ja, értem, értem. De vegyél, figyelj már arra, hogy hősz a Bugatti megvan még, nem? Nem tudom. Elvileg, elvitték ezt. Igen. Persze, persze, kölcsönhetem, aztán azzal mentél rá. Nem tudom, mert nekem van forgalmi engedélyem egy Bugattiról. Te most kajak, leloptad az autó? Igen, megvan a Bugatti. Hát nem tudom. Várjanak. Ennyi kérégét is csövés. Fáj a fejem, várjatok. Rafinált gyerek vagy. Ki tiszteltek bennetek? Mert ugye David Hasselhoff urat is van. David Hasselhoff. Mert ő bejött a kórházba hozzá, amikor... Én is ott voltam. Kiírtam. Kórház? Ja, tényleg, csak te nem mutatkoztál be. Én vagyok Cameron Diaz. Cameron Diaz, na. Nagyon jó. Hát de az nem nő? Nem. Már mi nem. Van? Ja, már nem, értem. Ja, akkor azért ilyen... Akkor az olyan, hogy... Indultunk vissza. Így van. És az urakba? Esetleg. Arnold Schwarzenegger. Ki mondta ezt? Én. Én. Jó van. Merre az én? Matára. Arra. Jó. Jó. Arnold Schwarzenegger. Uraim. Igen, meg még ön. Gyertek. Én megyünk Bruce Willis. Bruce Willis. Red? Bruce Willis. Jó, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, David Hasselhoff, Cameron Diaz. Ön? Ő itt Lakatos Alfred. Lakatos Alfred? Igen, igen. Hát de az... Látja, még a zakó is rajta van, mint a Batmanből, az Alfred. Csak lakatos, mert hogy a szülői lakatlanok. Ja, ha Istenem! Főnök, viszont igen? Hogyha itt dolgozok, akkor mit, ha nem jön vissza a balszemának a látása, akkor én beszeretném perelni a kórházat. Mivel akkor ketten műtöttek az agyammal. Be kell menni a rendőrségre, ez feljelentést tenni a... Hát azt mondták, hogy helyre jön, mint az emlékezetem, bár az még távol van, de hogyha ha nem, akkor én ebben segítséget kérek. Mindenképpen itt ezek szerintem Viktor tud benne segíteni, mert ő a legnagyobb szaszortjuk, Cameron Diaz más néven. Srácok, viszont le kell mennünk most mindenképpen a izében. Hello. Ugorjuk le gyorsan a izébe. Fogdostam meg Pamela Andersonnak. Mindjárt jövünk, jó, Betyar? Rendben. Van egy kis takarítani való. Jó, rendben. Nos, srácok. Betyárral? Karambolózott és megműtötték az agyat. Édes. Jézus ereje! Ja, egy pillanatra megörültem, hogy teljesen jó a szemem, aztán Viktor eltűnt. Szóval, van akinek még ízé, van még mosni valójá, mert az bassza idi nekem. És nem tudom, hogy láttátok-e, de a rendőrség most twittelt ki egy ízét. Egy felhívást, hogy pénzszállítást végeznek. Ja, amikor jöttem, hogy arra készültek rá. Mennyien vannak? Lehet, hogy arra rá kéne repülni. Legalább egy 6-7 biztos. El kéne krúzolni egy kicsit arra felszérni. Mindenképpen mindjárt rácsörgök az oroszokra. Hat, ha be tudnak szólni. Hát mi vagyunk 8-an. Viszont egyébként olyan hatalmas domát nyomtam nekik, hogy ők kértek elnézést a kellemetlenségért, aztán kiengedtek. De sajnálom, hogy én kimaradok belőle. Viktor, nem fázom? Nem, jó, már semmi baj, Kárló. Köszönjük a részvétét. Viktor, üveget lesz már vágni? Nem, de gyémetet, igen. Akkor 5-én vagyunk, ugye? Az mi volt, Viktor? Minden oké is. Bevittek ugye? 9-ig akkor van a izé, akkor csak 4-en vagyunk. Hát akkor lehet, hogy majd legközelebb. Az ugye az volt, hogy hallottam, hogy még láttam utána, hogy jönnek föl, tudod a létrán. De mondom, akkor gyors bevágom. Hát nincsenek itt a csövés oroszok. A posz, hogy valaki itt engem kevés lesz a 4-re. Aztán azt bekamusztam, hogy a szemben lévő tetőn van valaki. Nem. Aztán végig tartja rám a fegyvert, azt mondta, aztán megmozdulok, meghalok. Úgyhogy azt mondták, hogy jó, fasza, hát kell örvendeni, hurrá, jók voltunk, nem vagy mi? Aztán királyságon elengedtek. Ennyire? Búva béleteket? Hurrá! Jó, hát bazd meg. Hát szó szerint, mint hogy elvesztetetek volna, bazd meg a szüzességeteket, úgy. Na, mindjárt jövök akkor. Milyen a kínos csend? Srácok, majd mindjárt lejövök, addig itt beszélgessetek, és úgy számolom, hogy mit szólnátok, hogyha mindenki kapna egy jó tiszta 20-ast a zsebébe ezért a mai akcióért. Nekem nem kell.
Nem kell? Maradhatott egy zöve. Az én részem is szól. Az én részem is maradhat. Az én részem is. Ennyire jó a fizetésetek? Jézus. Hát nem, de hát nem azért vagyunk itt. Hát jó, van, én ezt elfogadom, akkor Viktor, majd veszünk belőle csúzlit, hogy legyen valaki minden. Aha. Búcsúzásként megtrókodjuk a város Brusszal. Jó, hát jól teszitek. Gyolkodjatok. Meg el kell. További szép napot mind. Nem basz, nem üvegemet. Michael. Nem tudod? Ötödöm van. A télapóik inaktívak? Az van a télapóikkal. Várja a baját. Azt hittem már Dimoni, de nem. De Mizon, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Szóval az van, hogy az oroszoknál itt volt ilyen házon belüli feszültség, és itt hagyták a szerven. Szóval egyedül a maradt, a fraki líderjük, és ő most toboroz. Kapott 2 hetet, mivel a fraki líderjük egy régi cimbora, meg segített nekünk sokat a fejlesztésbe, és ő kapott 2 hetet most, hogy összeszedje a bagást, ő most nagyon toboroz, hogyha nem, akkor meg bizony szopó van. 404 000, ez nagyon jól fog mutatni a számlánk holnap. Házprojekttel mi a helyzet? Nem néztem még ízét. Új frakciós helyet. Lehet, hogy most elmegyünk és körbenézünk. Hogy mi lenne jó. Én is jönnék, csak nem igazán megy a 5M. Az mit jelent, zsidiádi? Jutját várja a vaják, kiküldötte népért, hát szív le a bréjét, Még mindig nagyon gondolkozom rajta, hogy... hogy megfulladok. Mi a fasz? Csalak most már. Szép napod. Szép napod. Jóval a torkommal. Szóval azon gondolkoztam. Hogy lehet, hogy csak leszarjuk a izét. Hogy túl kicsi az a izé. Oda hely. Hogy én így meg fogok fázni. Elnézést, közben rájöttem, hogy esik a hó. Hoppá. Jó Isten, verjél meg a jó autódba! Szóval, hogy amit néztünk, azt lehet, csak beteszem magunknak, mert igazából most másoknak is hatalmas maffia hákújuk van, meg ilyenek, és akkor pont a kaszinónak legyen valami kicsi szar. Jó lesz az. Na, öltözünk át gyorsan. Jussát várja a vaják, ki küzdött a népér, hát szív le a bréjét, Jussát várja a vaják, kiontott vérér. Mi hatalmas mafiózok, nem tudom, miről beszélsz, olyan kicsikék. Nem tudom, szerintem a kokórészt is innen ki kéne szedni. Az sincs rendben, hogy hogy ilyen helyen van a kokó. Meg az illegált, az teljesen ketté kell választani. Senkinél nincsen az, hogy hogy egy helyen van a legál, meg az illegáljuk. A izéknek van. A borászoknak. Nekik. Ma lesz-e LOL? Szerintem igen, én azon gondolkoztam, hogy loloznék egy jól. Itt az egyik csodálatos BMW Premium Coaching. És egyébként nem sokára skacok, működni fog az új rendszerünk. Még előtte tesztelési fázisban van. Ezért bizony meg tudom nektek mutatni ezt. Hát az 1080p-t szereti, de majd szerintem én fogok vele játszani, mert látom, hogy a többiek annyira nem szeretnének, hogy 100%-os legyen a dolog. A panel, ugye erre elég szép, milyen szép. Mert hogy mindenki 1080p-ben játszon.
és ott lesz már lehetőségetek prémium pontokat gyakorlatilag beváltani cuccokra, és onnantól kezdve a weboldalon, a csudapest.com-on a támogatásotokért cserébe tudtok kapni prémium pontokat, amiket itt láttok, nekem most pontosan nulla van, de egyébként lehetne valamennyi, és akkor onnantól kezdve meg tudtok venni autókat, és ilyen extrákat, amiket szeretnétek. Azért nem ilyen pay to win-re próbáljuk csinálni ezt az egész rendszert, de mellette mégis olyan, hogyha valaki szeretne támogatni minket, akkor az kellőképpen honorával legyen mellette. Azt hiszem az volt az a hely, nem? Azt kell megnézni, hogy ez rendesen zárható ez a hely. Ádágy bestia, még több vért akar, majd hozó szarva a húsába mart. És ott a puszta fele, nem tudom, hogy az a sugárzónában van-e, de van egy kis házikó a Moncsis tó mellett. Hát, már Sandy sincsen benne. A Sandy az ez, Bonchiliard, de meg már ez, szóval a zóna az körülbelül itt már gyilkol. A zóna az körülbelül itt már gyilkol, szóval ott az már sok lenne. De egyébként ez a La Fuente Bianco, ez tetszik. Itt azért el tudnám képzelni, hogy ide parkolunk. Ó, és még golf is van. Szóval ide jövünk haza keménykedni, vagy keménykedés után, az azért jó lenne. Meg az is, hogyha tudnám, hogy ezeknek a székeknek mi a ráktesti csöves démon, Segeluka a neve, hogy rá tudja mappolni azért az automatikus leülést. A borászakkal mi van, mert nem nagyon lehet őket látni. Nem tudom, hogy velük mi van, de egyébként ők aktívan játszanak. Csak nincsen most konfliktusunk velük, mert hogy ott volt valami nagy emgézés, úgy tudom, ők kaptak valami büntit, és amiatt egy csomó szállat el kellett felejteni, például az, ami velünk történt. Ott is, mint kiderült állítólag, valami ki volt emgézve, és amiatt azt ki kellett offolni. Ciklával folytatod-e majd az RP-t? Nem hiszem. De egyszer ki tudja, lehet, hogy majd, ha megunom Ivánt, akkor Csudapesten megcsinálom a Cikla bandáját. Itt a szarolda. Nincsen egyébként ennek a hálószobája ennek a helynek? Ó, dehogy nem. Nem, nincs, egyáltalán nincs. Kaszínos lovászat egész jó összhangban van. Hát nincs messze. Amiatt viszont tartom nem annyira jónak, hogy túl közel van. Hogyha megnézitek. Nem túl biztonságos. Könnyen össze lehet kötni. Visszakapom. Szerintem. Szóval egy észrerabláson túl sikeresen meglátjuk majd, mi lesz a következő, mit hoz még a jövő. Most viszont szerintem a GTRP-t lelőjük, mint az állat, gépfegyverre, pam, és lolozunk egyet, mit szóltok hozzá. Tudom, hogy gyász egyenki, mert ma már egy 3 órát loloztam, de továbbra is szeretem a lolt. Nem tudom, RLX, látom, hogy itt vagy nagyon a cseten, nincs kedved duózni? Szervusztok YouTube névmel!